Na, hello mindenkinek, ez itt újra a PC Games, én Robi vagyok, és ebben az élőadásban egy kis türelmet kérek. Szóval, ebben az élőadásban folytatni fogjuk a Cabela's African Adventures nevű játékot. És múltkor én azt gondoltam, hogy ugye egy élőadásban végig fogom tudni játszani az egészet. De mint kiderült, hogy ez nem így van, és ahogy ismerhetném már magamat, végülis hát gondoltam, hogy ez lesz, szóval úgy mondhatnám, hogy ismerem magamat. Ha valakinél 2 óra kell, az nálam általában 4 óra. Ebben az esetben meg több. Miért mondom ezt? Azért, mert ha mondjuk attól függ, hogy kinek a videóját nézed, de én találtam olyan végletest, ami alapján 2 óra alatt végignyomta. És én ennél a játéknál 5 óránál járok, és még csak az első régiót nyomtam ki belőle, úgymond. Elég hangosnak tűnik. Azt lehet, hogy jó. Na, üdvözlök mindenkit, aki ide tévedne az élőadásomhoz. És átkapcsolom a dolgokat. Mondjuk így. Ezt ki is kapcsolom. Elég hangosnak tűnik. De lehet, hogy csak a főmenü ilyen hangos. De lehet, hogy a... milyen neve meg jó lesz játék hangereje. Elindítom a játékot, az közben itten mondom a dolgokat. Tehát betöltsük a mentést. Ugye... sárkányos póló. Na. Folytassuk a történetet. Ugye múltkor azt mondtam, hogy jó lenne ezt egy élőadásban lenyomni, és a végén pedig azt mondtam, hogy mivel nem sikerült egy élőadás. Te ezt már úgyis bejártást úgyis láttuk. Na. Kikapcsolom a wifi-t. Kérem szépen, na. A múltkori élőadásban, múltkori részben említettem, hogy egy élőadásban szeretném kijátszani, és ugye ez nem jött össze, mert még csak az első régiót sikerült lenyomni, és még csak most értünk a második régióból, és 4 darab régió van. Magamat ismerve elég sokat el tudok tökölni, úgymond a pályákon, főleg amikor ilyen gyűjthető dolgok vannak, és azokat is nekiállok keresgélni. Annyira nem keresgétem ezeket a csillogó akármiket, hanem úgy voltam vele, hogyha meglátjuk, vagy ott a körülnézős pontoknál, ott ha meglátjuk, hogy valami csillog, akkor oda megyük és fölveszük, aztán ennyi. Ezt fogom most is csinálni. És ugye azt is mondtam a múltkori élőadásban, hogy a múltkori részben, hogy akkor hogy lehetséges, hogy akkor a következő, tehát a 2 élőadás lesz, és a következőben fogom kijátszani. Ez se lesz így, mert most azt találtam ki, hogy ahány régió, annyi rész. Tehát 4 régió van, akkor ez azt jelenti, hogy összesen 4 rész lesz, mire kijátszom. Ami lehet, hogy valamelyik rövidebb lesz, valamelyik hosszabb. Jó lenne, hogyha nem tartana tényleg sokáig. Persze a játékot élvezni kell. És ott tartottunk, itt hagytuk abba ugye, hogy átkerültünk ebbe a dzsungelbe, és tudunk fegyvert változtatni. Hogy... ide beraktuk ezt a erős puskát. Ide meg egy 2 csövű puskát raktunk be, méghozzá ezt. És Y-nal váltok. Ja, azt hiszem ez az a puska. Igen, ez az a erősebbik, ráadásul végtelen töltényes, ez jó lesz. És másik,
120 töltényes. Iszonyat erős puska. Legalábbis annak tűnik. Na! Jó, most már az előző élőadásban azt is megtudtuk. Egyébként, hogyha teljesen véletlenül, nem hiszem, hogy így lesz, de egy óra alatt sikerül ezt a régiót lenyomni, úgymond. Ez csak egy elképzelés. Teljesen véletlenül sikerülne, az a lényeg, hogy akkor vége lesz a live-nak, de utána mindjárt indítom a következőt. Tehát, hogy lehet, hogy még ma ki lesz játszva, lehet, hogy így, hogy óránként indítok egy újat, hogy legyenek részek, epizódok. Az a lényeg, hogy ez így lesz, tehát régiónként egy élőadás, egy rész. Na, nyomassuk akkor, azt sem tudom, hova kell menni. Ja, itt vannak a zöld körök. Na, múltkori élőadásban, konkrétan az élőadás vége felé jöttem rá nagy nehezen, hogy ezek a zöld körök mutatják, hogy hol vannak a küldetések. És a zöld körök közepén van maga a küldetés. Aztán volt olyan, hogy furikáztam, össze-vissza nem tudtam, hogy hova menjek. Aztán akkor véletlenül belementem egy zöld körbe, akkor jelent meg a küldetés. És utána jöttem rá, hogy ja, hogy itt vannak a küldetések. Na mindegy. Így jött össze. Nézzük meg ezt a helyet. Meg érdemes nyilván felfedezni a térképet is. Ezt a feketeséget eltüntetni. Térképről. Ja, azt nem is mondtam volt, hogy egyébként hangulatos a játék. Nekem tetszik. Mindig változatos, hogy milyen állatokat kell lelődörögni. A grafika beállítás szerintem csak maradt, mert ahhoz nem nyúltam. FPS számlálót kéne megnézni. Na biztos, megvan. Lehet csónakázni? Vagy nem? Terepjáró mindenen át megy. Mondjuk, ha felfedezzük a térképet, akkor több mindent látunk, ugye? Ja. Azt kéne, hogy mint a múltkor, hogy felderíteni a térképet, és akkor lesz egy kiindulás, hogy mi merre hogyan. Autóval így tó, vagy a tó, folyó keresztül vágunk. Elég nehezen megy a kocsi, de hát ez egyértelmű. Na, itt van az első ilyen körülnézős pont. Vagy ahogy a játék írja, Vista. És ezt benyomjuk, akkor mutatni fogja a csillogásokat. Csillogó dolgokat. Ha van. Ha nincs, akkor nincs. Úgy néz ki, hogy nem csillant föl semmi, tehát ez csak ennyi. És úgy hallom, hogy vannak ilyenek. Valahol. Jó, ennyi. Tehát nem volt semmi csillogó tárgy. Akkor mehetünk is tovább. Igen, ezt elfelejtettem megnézni. Egy önellenőrzés kell végrehajtanom. Tehát ezt én itt elindítom, és közben próbálok beszélni, majd kinyomom a hangot. Így van, és visszahallgattam, hogy minden király. Na, ezt most megállítom, és mehet a stream tovább. Menjünk már tovább. Nos, arra kell menni. Ja, ott van a küldetés, de én szeretném a térképet feloldani először, úgyhogy elmegyünk erre. Ez is arra lesz akkor. Hogy várja? Ez így jó? Elvileg. Ja, keresztül kell menni a küldetésen konkrétan. Ez így van.
Minden patak dzsungelbe vezet. Na most konkrétan, hogy mi a küldetésünk, azt még nem tudom. Majd elindítjuk. Ja, már kezd kitakarulni itt a küldetés. Ez megvan. Megyünk tovább. Ugye, ha nem húznám az időt ilyen térkép felterítéssel, hanem csak kiátszanám az a sztorit, azt jó van, akkor ugye nyilván ez lenne, hogy hamarabb ki lenne játszva. De viszont nem csak az a cél, hogy ki legyen játszva a játék, hanem úgy játszom ki, ahogyan nekem tetszik. Tehát, ez megvolt. És itt fel lett derítve a térkép egy része. Hát menjünk erre, itt ilyen izé van. Halak, vagyis hát fák, meg kövek, meg hegyek, meg minden. Itt vannak a flamingók? Aha, itt vannak. El is repültek előttek zavarra. Jó, nézzük mi van erre. És azt hiszem megvan. Igen. Tehát a térképnek ezen területe, hát ez konkrétan térkép közepe fel lett derítve, akkor elindulunk visszafelé, de hasznosan, ami azt jelenti, hogy feloldom ezt. Majd ez, és itt van. Na. Mennyi, tolas. Nem rossz autó egyébként, a terepjáró. Jó a környezet. Szép. Na, mindjárt jobban érzi magát az autó. Ó, micsoda környék. Itt antilopok vannak a minden, igaz? Vagy mik ezek, nem biztos, hogy antilop, csak annak neveztem, mert úgy néz ki, mint az antilop. De a játék ki is írja a nevüket, ha úgy van. Hogyan kell megnézni? Így. Gemsbok, szóval nem tudom mi az, de nem antilop, mert azt hiszem angolul is úgy van, hogy antilops, vagy mit tudjam én, valami ilyesmi. Ja, és múltkor nem csillog semmi. Semmi. És van itt izé? Ja, Gemsbok, ja, hogy meg kell ölni 15-öt, hiénából 25-öt. És úgy látom, nincsen false, hogy mik azok. Vagy fossz... Az a... De, 8 fosszil. 8 fosszil. Itt nem csillogott semmi, úgyhogy nem láttam. Azt a 8 izét, ha nem találjuk meg, az se baj. Tehát annyira azért nem koncentrálok rá, de ha valahol látok valami csillogót, akkor oda megyünk és megnézzük. Na, most ez is megvolt. Itt vagyunk lent. Akkor majd hiénákat is kell lődörögnünk, meg ezeket a gembókokat. Nem tudom mi az. Hiéna. És itt vagyunk. Menjünk el erre először ebbe a sarokba, úgymond. És akkor visszajövünk majd ide. Mi azt jelenti? Minden valahogy kigyűvünk. Ja, és mögöttem kell menni. Na. Merre? Arra. Ja? Aha. Ja, már látom, jó van. Jó, micsoda. Látványos dzsungel ez. Jó. Ez a sarok ki van pipálva. Most eljövünk erre.
Tehát van egy ilyen kis haditerv, hogy hogyan haladjunk. Most ez a sígterep. Már szeretem. Még 100. 60. Nem is tudom, JDS. Nem tudom mi ez most. Múltkor lábat mondtam rá, de nyilván nem láb, mert az FP lenne. Mint a forint. Ott valami csillogott. Na, akkor most elmegyünk oda. Hiéna sehol. És megint elfelejtettem, hogy a boldalt fog... Na, kellett nekem ezt kimondani. És sehol a hiéna. Erre meg itt van. Na, várjatok, hogyan... Ja, így kell. Na! És melyik van nála? Aztán lehet, hogy az a másik fegyver nem a legerősebb. Na, hármat már megsemmisítettünk. Mondjuk, de elég erős. Már megint. Ott van még egy. Jöjj a shotgun. Ott van. Ez igen. Azért erős ez. Lukat. Ja, ott is van. Ott van. Következő. Ajaj. Melyik támad? Aha. Azért ez erős. Hú, de jöttök. Ja. Ó, na ez... Ez jó. Két, ahogy nyomjam az X-et, hogy... Hát, hogy lerázzam magamról a hiénát, és pont belefutottam a körülnézős pontba is. Milyen nyugodt ez az egész így most. De... Francba már! Hú, de elég veszélyesek ezek a hiének. Na, cseréld már át a fegyvert, és ebben a lassulásban annyira belassult itt minden. Ott van. Ez egy kicsit érdekesen. Hú, de gyorsan fut ez. Oh, megvan. Jó, megvolt a körülnézés. Vissza kéne mennem a kocsihoz. Mert ott csillogott valami. És mindig megjelennek a hiének. Úgyhogy először fölvesszük a... Kell egy újratöltés. Fölvesszük ezt, azt utána lövöldözünk tovább. Jó. Na. Egy ilyen... fosszíliát, vagy mit megtaláltam. Na, jönnek még a hiének? Most már jöhettek. De most meg már kifogytak, mi? A hiénákból. Na. Hogyan kell objektív? Van 17-en megvannak, hát akkor jöjj, gyertek már. 8-en. Még 8 hiéna kell. Hallom, hallom a hangod. Sehol. És itt? Pedig az ő területeken... Az ő területükön vagyok. Hallom, de nem látom.
Próbálnám. Aha, már hallok valami futást. Futkosás. De semmi. Ha? Megjelentek. Ha? Elég ügyesen visszafordulnak. Hopp. Az igen. Itt van egy. De belesípett. Na mennyi kell? Még 5. Ez is elfeküdt. Akkor már csak 3. Kocsinál vannak. Hány méter? Ott van. Újra töltés, meg volt. Oh, na most hol? Ott. Ez az. Megvan. Az egyik. Jöhet ez a másik. Csak fussunk oda a kocsihoz. Rohadt gyorsan. Ide már! De! Kocsiba menjél már! Tök nem engeded, amíg itt vannak, ugye? Addig nem enged a kocsiba lépni, amíg el nem intézem ezt. Ezeket. De már nem kell több. De jó, hogy nagyon gyorsan futnak. És meg... Hol vagy? Jaj, mi mindig jönnek? Mi van már? Végtelen generált? Na. Nyomonkodom már. És még mindig nem engedi, hogy beszálljak a kocsiba. Na végre beszállhatok a kocsiba. És így lassítva elmegyünk. Na. Jó. Ott tartottunk, hogy térkép felfedezés. Megyünk, mint az állat. Ez útvonal akar lenni? Az. Csak jó. Meredek. Száguldás. Ez a száguldás. Mi nem az úton megyünk? Mondjuk sokszor nehezen kanyarodik ez az autó. Ja, most kell balra mennünk. Flamingók. Fent van egy út. Arra föl kéne menni. Itt te. Fölmegyünk szépen. Jó, ez igen. Jó. Meg is van.
Ahova mi megyünk. Hát nézzük meg ezt a küldetés irányzékot. Héten vége szakad az út, Pienek területéhe érkezünk. Jó, ezt is felfedeztük. Ja, hogy egy kört kell tenni? Ja nem, meg kicsit vissza kell menni. És itt a fal, végülis a fal mellett elmegyünk. Igen, ide. Szűk résen megyünk végig. Itt egy küldetés. Szátogatjuk. Ja, és akkor elmegyünk jobbra, vagy akár balra. Felfedezés érdekében balra. Vezett rák. Miért? Mi lett a kocsimban, hogy ezt írja ki? Na mindenit. És a felfüggesztés ezt is kipírta. Hogy jó. Jó. Mindjárt fel is fedezzük. Ó! Egy krokodil, te jó ég! Főszedjük, pont jó helyen vagyunk. Collect, és akkor nem bánt minket a krokodil. Szépen belement a folyóba. Ne nézzük. Ezt kéne itten megcsinálni. És most nem látunk semmi csillagot, mert azt már fölvettük. Konkrétan itt csillagot volna most jobb oldal, de hát azt már fölvettem, így ott már nem csillog semmi. És elmegyünk balra. Száguldunk. Dzsungelben nagyon száguldunk. Térkép. Merre vagyunk? Fönt. És nagy vonalak balra kell menni, amerre elindultam. Picit balra kellene menni, csak itt csak a fa. Csak a fa. Nem engedik, hogy beáttörjek ottan. Főleg mert itt át tudunk menni. Hogy mi a franc. Itt egy cikla. De mi lenne, ha fordulnál? Sokszor kiszámíthatatlan. Tehát amikor... Igen. Szóval az van, ha gyorsan megyek, akkor nagyobb, jobban kanyarodik, mint lassú tempó, nem? Ami azért a valóságban nem egészen így van, tehát... Jó, próbáltak valami valósághű szimulációt. Ezt is föl kéne fedezni. De mindegy, kijelöljük a sarokat, aztán lesz valami. Jó, azt hittem ezt el lehet nyomni, meg nem tűnt. Nagyon erős fának. Na, a valóságban... Jé, csak át tudok menni a kettő között, na. De ezt nem értem, fordulj már! Meg nem megy hátra. Tehát, a valóságban ez nem teljesen így van, tehát... Oké, hogy lassan mész és... Na, ha valóságban elfordítod a kormány teljesen mondjuk jobbra, akkor nem az lesz, hogy csak... Mit tudjam én... Csak egy kicsit fordul. Mert attól még, hogy lassan mész, attól még nagyot fog fordulni. Sőt, pont
hogy a lassú sebességnél kéne jobban fordulni, mert ugye tanulja az ember a járműkezelést, akkor azt tudja az ember, hogy nagyobb sebességnél sokkal nehezebben kanyarodik az autó, és úgymond kúszás jön létre, és az autó nem kanyarodik, hanem eltolja magát abba az irányba, amerre éppen megyünk. No. Itt kell valami csinálni, itt a feketeséggel. Arra, hát itt a... ja. Tehát a lassú tempónál pont, hogy jobban kéne kanyarodnia, és a magasabb tempónál, gyorsabb tempónál kéne nehezebben kanyarodnia. Tehát ebben megfordították a fizikát. Jó, más, hogyha... izé van. Ó, ment. Más, hogyha... összkerék meghajtás van, de akkor is... tehát akkor is ugyan... a fizika az ugyanaz. Hát most mindegy, hogy összkerék meghajtás, vagy nem is összkerék meghajtás, hanem a diffizár be van kapcsolva. Mert van diffizár is, mondjuk, egy ilyen autónál. Az a lényeg, hogy... ha az be van kapcsolva, akkor másképp kanyarodik a jármű, nehezebben kanyarodik a jármű, mivel összeköti a két tengelyt, ugye, a diffizer. És nem tud normálisan kanyarodni, nagyon nehezen, vagy még kúszik is. És azt akarom ezzel mondani, hogy... de akkor is folyamatosan, tehát mindegy, hogy lassan mész, vagy gyorsan mész, nehezen kanyarodik így is, úgy is, ha a diffizár be van kapcsolva. Összkerék meghajtásnál meg ugyanúgy jól kell kanyarodni, mivel csak annyit jelent, hogy mind a négy kerék meg van hajtva. De ettől függetlenül a diffi mű az működik. Itt van valami, és ennyi volt a bejátszás, ott van fönt valami. Kérdés, hogy hogy jutunk oda föl? Na. Gyalog kell menni, vagy kocsival? Vagy kocsival megyünk egy darabig. Ez lesz a válasz. Kocsival megyünk egy darabig, kiszállunk és gyalog. Fölvesszük. Mert ez elég veszélyes egy terep így kocsival. Szerintem így ennyi. Na. Most melyik van nálam? Két csövő, inkább legyen a... egy csövű. Biztonság kedvéért. Ja, úgyhogy kicsit érdekes az autó fizikája ilyen téren. Upgrade-eltük. Itt van a izé. Vagy itt volt a izé. Flamingo. Hú, itt aztán micsoda FPS drop van. Aztán csak ennyit csináltam. Olyan. FPS drop van, hogy csak ne. Na. Most vissza kell jutnunk, és nem tudom mi ez a lag, pedig ez nem multiplayer. Na, hát most valahogy hátrafelé kell menni. Jó, fék. Kicsit rossz ugye, mert ez nem olyan, mint egy szimulátorban, hogy a fék az csak fék. Nem, a fék az lehet gáz is, meg lehet tolatás is. Na, így esetleg. Most jó. Na, erre kell menni a fedezéshez. De nem így. Most mi van? Most jól megzavart. Na, hol vagyunk? Ja, ki van jelölve az? Jó. Hát akkor nekem arra kell menni. Csak itt egy csomó akadály van, meg fal, meg minden. Végülis ez miatt nem is lenne kötelező arra mennem. Jó, mi van itt? Akadálypálya. Megint hiénákat hallok.
Nem is lehet átmenni itt kocsival. Na mindegy, úgyis van. Itt körbe végig. Semmi érdekes nincs igazság szerint. Fedezzük fel ezt a kockát, mert ezt még nem fedeztük fel. De az is arra van. Hogy ott az út. Ugye megnézzük. Itt nem látok utat. Ezt jól lezárták. Menjünk itt át. Tehát így is úgyis arra kell mennem, amerre nem tudok. Szinte. Nem, itt átmegyünk, itt elmegyünk balra. És most próbáljunk meg feltörni ezt a feketeséget. Itt volt valahol szembe. Ott is van. Aha. Jó, egy picit balra kell nekünk menni. Enyhén balra. Valahogy. Hát ott van egy kis útvonal. Nem szerintem menjünk. Menjünk föl az útra. Hopp. Ó, de érdekes hely. Ha én oda... Ej! Ha én oda beugratok, biztos nem jövünk ki kocsival. De olyat csinálhatunk, hogy kiszállunk a kocsiból, és emberünk kell, kiszállunk. És ha le is esünk, ki mondta, hogy száll vissza. Nem fogunk ott rekedni, mert... Hát... Ja, hát ezt nem így gondoltam. Szóval nem fogunk itt rekedni, mert egyszerűen csak nyomunk egy ilyet, és már benne is vagyunk a kocsiba. Hát ezt nem így gondoltam. Akkor ezt nem lehet feltörni, ezt a De most meg feltörtük. Érdekes. Ez kimaradt, ide majd vissza kell még jönni. Akkor kövessük a megfelelő útirányt. Valahol erre lesz. Ups. Oké. Feltöltük ezt is. Ezt is, nagyszerű. És most így csak vízen kell csak menni. Vízen járunk. Gyakoroljuk a vízen járást. És újabb felderítői pont. Meg mindjárt küldetés. Na. És hát ilyen körülnézési pont. Megint van. Konkrétan ilyenkor is ment a játék. Na, látunk-e valami csillogót? Hát itt bizony nincs. Szemfényvesztő dolog. Ez mi? De direkt nyomtam azt az algombot. Ne bántsa! Én a vízilovakkal vagyok. Jaj, és nem engedi, megint beszálljak a kocsiba? Hát nem hiszem ezt a játékot. Miért kötelez engem arra, hogy legyilkoljak minden állatot? Exi... Jó, hát ez nem. Enged semmit. Jaj, a Terence megvédte volna őket. Hát nem előre akartam bukcencezni, úgyhogy nagyon ügyes vagy te karakter. Hú, sokat kibírsz. Hú, de be vagyok lassítva. Na, sikerült, jó van. Most már engedett, hogy visszaszálljak a kocsiba? Csak azért nem tudok visszaszállni a kocsiba, mert elindult egy... Hogy is hívják. Kérem szépen. Ez meg volt. Küldetések is fel vannak fedezve, és mi egy darab fekete pont maradt itt meg.
Gondolkodom, hogyan menjünk oda. Hát végig is nem bonyolult. Vízből állt erre az útra. Ez gyorsan meg lesz. Hát igen. Itt az út, rendben. És ezt kell csak követni. Az elágazásnál is csak egyenesen. Így. Most erre. Hogy adja magát. Nem jó. Vagy jó. De jó! Már szágultunk is oda. Vége szakad az út. De nem baj, mert mi ide be tudunk jönni akkor is. És már ki is szedtük itt a dolgokat. Az egyiket, de még itt van egy kis sarok. És megvan. Jó. Szóval. És eljutottunk egy olyan területre, ahova érdemes eljönni. Ezeket a nem tudom milyen állatokat lelőni. Jó, de hülye vagyok, itt van az orrom előtt. Most meg felriasztottam őket, mi? Menjünk ide árnyékba, itt el tudunk rejtőzni. Így, itt jó lesz a fánál. Így, tökéletes. Milyen puska van nálunk? Dupla csövő, a sima kell, egy csövő. Sőt, így kéne. Talán ilyen távolságra. Egy meg kettő. Jó, vigyázzunk, nehogy megtámadjanak minket. Hopp! Hol van? Ott. Négy. Ez jó. Ott vannak. Öt. Ott is van egy. Igaz, nem látni a növényektől, hogy tényleg ott van-e. De a piros félkereszt azt mondja, hogy ott van. És így is van már 9. Ja, és rosszul mondtam, amikor a buffalo az idé. Semmit. Utkor megnéztem mi ez, de... Nem bivaj, bivaj, bivaj. Nem bölény, hanem bivaj. Hasonló a két szó, de nem ugyanaz. Hopp. Valahol ott kell lenni. Hoppá, ott voltak, ott villogott a vörös kereszt. Ott. Meg jól látom, hiénától is futnak közbe. Tíz per 15? Ott van! Itt voltak. Menjünk vissza. Igen, a hangokat hallok. Valahol vannak. Hiéna. Franc. Magamra mondtam a figyelmet.
pedig ott vannak. Jó, akkor lőjük le őt. Ő még nem futkos, csak miért nem lehet pont rávinni a célkeresztet? Na? Közel voltam. Ott van. Az megvan mind a 15. Visszamegyünk az elrejtett kocsinkhoz. Teljesítettük a objektumokat, objektíveket, vagy mi ez? Így van. Fosszíliák. Abból csak három van megtalálva, nem baj. Most, hogy ezeket teljesítettük. Jöhetnek a küldetések, hát ehhez vagyunk közelebb, úgyhogy ezt kialőjük és oda fogunk elkocsikázni. Valahogy. Gondolkodom, hogyan jutottunk be ide. Én tudom, hogyan, csak megnézem, hogy itt esetleg nincsen járat, de úgy tűnik nincs. Ha csak itt nincs, nem. Ez annyira be van falazva. Hú, de imádom ezt a játékokban, amikor túlságosan is körbe falaznak valamit. Jelen esetben ugye fákkal. Hogy csak egyfejle irányba mehet. Hogy még véletlenül se legyen egyszerű. Jó, mi van itt? Tiszta dzsungel, úgy néz ki. Na, ez megint jó. Már rég nyomom a gázt, és akkor még mindig gurul hátra, még mindig gurul, aztán nagy nehezen rájön. Ja, gáz nyomsz, akkor megyek. De most ezt megcsináljuk akármi is. Lesz itt. Nem tudom, mit lehet fejleszteni. Semmi sem. Akkor van. Ja, elindítom. Egy elefántokat kell keresnem. Jó, hát akkor... És a keresés az abból áll, hogy ide jövök ehhez a ponthoz. Ja, de most tudok váltani fegyvert, tehát nem kell az, hogy újraindítani, és akkor ilyenek. Mert most már két fegyverem van, szóval tudok váltani, amikor kell. Aha. Tehát, ha jól értelmeztem, akkor nem érdemes a fejét. Hát ez gyors volt, tehát egyszer megütött, és nem bírtam fölállni, utána na, meg széttaposott. Na, és nekem a dupla csúvjú kell, ez az. Bár lehet, hogy a másik erősebb lenne egy elefánt ellen. Hú, ez nagyon aktív. Szerünk, megfelelő időpontba.
Megpróbálom ezt is. Tehát, hogy ez is elég erős hozzá. Ah, sikerült. Az egyiket. És jön a barátja. Gyere, 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 gyere. Húj! Ó, oh, mi? Mi az, hogy 68-an jöttek? Hát ez rohadt jó. És meg föl se lehet kelni, te! Micsoda hülyeség ez? Persze, hogy újra kell kezdeni, mert minden játékban így van. Fejét nem érdemes, akkor... De milyen mocskosság ez, hogy mindjárt két elefánt is jön, akiket kerülgetni kell. Jó. Megint jön a támadás. Jó. És itt jön a másik. Tehát ez nagy terő. Tehát mindkettőt meneküljek és mindkettőt lőjem le. Jó, de jó lesz. Ez kemény. Nehezebb, mint a Leóváros. És... igen, most van az, hogy meneküljek valahogy, mert mindjárt széttapos. Hú, ez... ráadásul a barna az fut, mint az állat. De a fekete veszélyesebb. Most hogyan csináljam ezt meg? Folyamatosan jön utánam, és nem tudom kikerülni. Ó, ne. Persze, még utólagosan lő egyet. Olyanokat kell, olyan mutatványokat kell itt csinálni. Legalább téged, hogy lőjelek le. Hogyan találtál? És akkor még ez is. Ha? Úristen, mi van itt? Káosz. Még produkálja magát. Jó, fekete elintéze. De, ne. Melyik irányba mész? Nem, legelejétő? Hogyne, imádom ezt a játék logikát. A tesztelők miért nem mondják már meg? Tesztelőknek ez tetszik, hogy legelejétől kell kezdeni a hatalmas csatákat? Ezt el nem hiszem. El nem hiszem, hogy a tesztelők, mikor tesztelték ezt a dolgot, örömükbe tapsoltak, hogy jaj, de jó, újra kell kezdeni. Milyen jó meg van zsirálva. Mert nem elég, hogy... nézd meg, és akkor még... nem tudom, merre fussak. Mert héten az ember nem tudja, hogy merre van. Gyerünk! Most úgy lövöldözök, ahogy még soha. Na most egy tonna töltényt belelőttem, de hát ez kemény elefánt. Olyan kemény, amilyen még soha nem volt. Ah, meg vagy. De jó. Jó, most már könnyebb egy kicsit. És jön még egy? Vagy miért hallottam hangját olyan ujjányból, amiből nem kéne. Most mi van? Gyere! Gyerünk! Ez elég erős puska. Na, és még mindig jön! Fogadjunk, nem csinált checkpointot, minek? És megint jön kettő! Legalább kettő, barna!
Kettő barna. Nem tudom, melyik a rosszabb. Szerintem jobb a kettő barna, mint a egy fekete. És még egy jön! Már hárman! Mert túl kevesen vagytok. Mert akkor még ez elől is. Megjön még egy, ugye? De, és akkor még egyszer jön. Na melyik okosra lehet ez ki, hogy három elefántot küld rám? Azt a rohadt! Hát azért ez mi? A kerülés után nekem lőnöm kéne, de nem tudok, mert már kerülhetem ki a következőt. Hon vagy? Folyamatosan mutatja, hogy támad. Ti ez már négyen vagytok, vagy mi van? Tökre olyan volt. Tehát elvileg így. Na, igen. Azt hiszem megvan a taktika. Jó, mondjuk most belassult a világ. Nagyjából az a taktika, hogy kikerülöm, egyet lövök. Jön ő! Kikerülöm, és egyet lövök, de rá próbálnék, csak nagyon könnyen kikerülöm. De, és akkor még rám is fordul. Most ilyenkor mit csináljon az ember, te jó ég? Ez rosszabb, mint a leopár, komolyan mondom. Az lehet, hogy futott, mint az állat. De azt még könnyebb volt megölni. Mint ezeket, és itt van game over. Szinte. És még meg is fordulnak néha. Jön a mások. Egy megvan. Hogy ilyen mocskosságot, ez nagyon fair, nem? Értem, hogy nehezedik a játék, de ez kemény azért. Eléggé. Na végre, most már csak egyel kell megküzdenem. Mi lesz a következő? Komolyan mondom, ilyen aréna játék most már? Ah! Megvan. És vége is. Azt akartam kérdezni, mi lesz a következő? Négy elefánt egy időben? Vagy hat a hat darabot? Hú, te! Hol a kocsim? Ott. Hát most két lehetőség van, vagy odafutok, vagy beleteleportálok, de szerintem nyugodtan odafuthatunk. Nincs ez olyan messze. Jobb oldalt van még mindig. Na, ez volt az egyik küldetés. Én erre tudom mondani néha, hogy nagyszerű. Ez mi? Ja, melyik picsoda? Jó! Ez meg volt. Mi lesz a következő? Melyik van a legközelebb? Itt voltam, ha ezen kereszt... szerintem ez lesz legközelebb. Mert... ez így messze van, ha itt ezen a szűk részen átjövök, és itt a folyón át, meg minden... sokkal hosszabb, mint hogyha... itt egyszerűen visszamennék, és kész. Hú... Magyarája megy a live. Kemény volt. Hát igen, jó. Aláírom, valahol az elefántok tényleg veszélyes állatok ilyen téren, hogy szét tudnak taposni, de kicsit túlzás volt ez a három darabot rám küldenek. Még azt mondom, kettőt rám küld, jó van az még. Es. Hogyan jöttünk ide le? Meg kell kerülni. Meg kell kerülni valahogy, hogy nem tudom mi van. Várjál, én nekem itt kell lenni egy útnak.
itt. Ez mindaz az út. Le tudjunk menni. Na, most két a vérezet, de mindegy. Na, megyünk ide. Na, és meg kell fordulni valahogy, és ide megyünk. Juhé! És visszavezet oda. Hú, de jó, hogy nehéz eligazodni, hogy mi van. Ja. Mi? Hogyan? Ide kell eljutni. Akkor várjál, kijelölöm azt a pontot, ahova nekem mennem kell. Hogy oda tudjak menni. Ezt most jól megmondtam, és most már tudjátok, hogy hova kell menni. Hát oda kell menni, ahova menni kell. Mi van már? Olyan határok vannak itt megszabva. Nézd meg! Elvileg nem érek hozzá a fához. De a játék azt mondja, hogy gyakorlatilag hozzáérek, tehát érdekes. Mindig is utáltam az ilyen nagy határokat, hogy elvileg mostra érek hozzá, de azt mondja, hogy hozzáérek. Na, hol van ez a kocsi? Nem tudom, hova menjek már. Csak itt furikázok, meg neki megyek a nem létező dolognak. Akkor most menjek föl. És itt fönt kell eljutnom valahova. Ja, itt! Jó, és akkor, ja, itt a út szembe. És most jelölöm ki a küldetést. Ezt. Hogy mi van? Igen, szembe van az út velem, de nem az útra kell menni, hanem fingom sincs hova. Valahol itt keresztül mentem, az kész. Itt. Ez lehet, ezt az utat, ez Y-elágazáshoz próbáluk eljutni. Csak az ember nem tudja, hogy hol tud átmenni és hol nem. Meg ez is jó, hogy nyomom a hátramenetet és csak fékez. Na. Hát nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb játéka. Azt sem mondom, hogy nagyon rossz játék. De lehetett volna jobb is. 2013-ban azért sok jó játékot ki tudtak adni. A témája tetszik, a grafikája tetszik, igazándiból jók a terepek, szép a látvány. Csak ezek a határok, ezek nem valami jók, meg hogy körbe vagyunk falazva, tehát még véletlenül se tudja úgy menni, ahogy akarsz. Mindenképpen az utat keresd meg. De nem mindig, mert láttátok, az előbb is keresztül kellett mennünk két fán, vagy két fa között. Meg ilyenek. Ja, hát nem állítok be semmit. Mindig ez nem tudom, mire jó. Ja, persze, jó. Na most itt mi lesz? Hát itt most nem tudom, mi van. Ja, követni kell őket. És gondolom nem szabad lebuknunk. És már is rontottam, mert észrevettek, úgyhogy hátra sem néztek. És akkor ez hogy van? Megyek így ennyit. És honnan tudom, hogy látnak vagy nem látnak? Tehát így megyünk. Stick. Mi az, hogy stick closer? Don't tell me mass. Nem tudom, mit csinálják az állatokkal. Mi van? Ja, most nem az volt a baja, hogy közel mentem, hanem az, hogy túl messze voltak.
Jaj. Hogy is mondjam? Én el vagyok a lopogatós kő... Lopog? Nem tudom. Vissza is nézek. El vagyok a lopakódós dolgokkal. Jelenetekkel. Ha nem vinnék túlzásba azt, hogy most túl közel mentél, most túl messze vagy, tehát ezt, hogy nem tudják meghatározni rendesen, hogy milyen távolságba kövessem, azt nem szeretem. Mi van? És nem tudom, hogy mennek most, vagy nem mennek. Nem tudom, van itt ellenség is jobb oldal, tehát úgymond ezek a vadállatok, mondjuk mindegyik vadállat, de agresszívak, na. Most csinált egy checkpointot, az jó, végre checkpoint. Ezek lehet krokodilok lesznek itt a vízben. Ja, hogy azt mondja, hogy zárkozzak föl. Jó. Most láttam a térképen is, hogy viszonylag messze voltak, tehát most megérdem, hogy jó, akkor itt jobb oldalt végig is azt írta ki a játék, hogy zárkozzak föl hozzájuk, de ha felállok, akkor azért bukok le. Nem? Na, most elég közel vagyok. Ja, akkor remélem itt is lesznek checkpointok valahol. Árnyékos részen megyek, az jó. De... ne vegyél már észre, hát hova menjek már? Ide rakhatna egy checkpointot. Ja, ezek izék, vízilovak. És akkor a kivilágított rész a térképen az a vadász terület, ahol nekem lennem kell. Követem én. Csak ez nem egyszerű, főleg ha mindjárt betámad a víziló. Az agresszor... agresszorok... Oda kéne fölmennem. Oda. Hát... nem bukok le. Jó lenne. Azt mondja, menjek ide. Remélem nem megy időre. Mert akkor megörülök. És most kell lőni? Nem. Ja, hogy ő a főhadvezér. 65. Sikerült? Eldőlt. Sikerült. Ugye? Jaj, de jó. Úgy nem kell újra kezdeni. Igaz, hogy egy darab checkpoint volt, tehát... azért ez... ezért ez egy kicsit hogy csak egy darab checkpoint volt. Hát ez a tipikus checkpoint, nem tudom, egyszer valaki kitalálta a checkpoint rendszert. Onnantól kezdve mindenki átvette ezt a hű rendszert. Szerencsére itt most nem idegesített föl, mert sikerült végrehajtani a küldetést. De... mindig visszarakott volna ott, hogy éppen megyünk a tón keresztül. Tón. Folyón.
Na, de mit akarok ezzel mondani? Az, hogy amióta bevezették, azóta minden stúdió, minden cég bevezette ezt, hogy akkor legyen checkpoint rendszer. És idegesítő, mert ezzel még nincs is baj, hogy jó van, akkor legyen checkpoint rendszer. De olyan ritkán raktak bele checkpoint rendszer, vagy checkpointokat, olyan ritkán helyeznek el, hogy ez már az idegesítő, hogy mint a Halo-ban is, hogy benne vagy egy hatalmas csatában, meg van 100 ellenfél, 100 ellenfélből nagy nehezen leküzdesz 50-et, és véletlenül elbaltázod, és akkor mi történik, kérem szépen? Kezdelőről a csata legelejétől, mert az új nagyon jó. Ja, itt követjük a falat, és itt körbe kell menni. De nem hülyeség a checkpoint rendszer, én inkább azt mondom, hogy a checkpoint rendszer mellé hagyományos mentési rendszert is belerakhatnának a játékokba, tehát vannak kivételek, vannak olyan játékok, ahol tényleg jól el vannak helyezve checkpointok, de ez a ritka, amelyik így azt mondja, hogy ide is kell, meg oda is kell. Egy kis út. És mindjárt balra. Ja, itt van a kenú. Meg a csónak, meg minden. Már azt mondom, hogy checkpoint rendszer mellé még ki... raknának a hanyományos mentési rendszert, az nagyon jó lenne, ugyanis akkor checkpointokat oda tesznek, ahol akarnak, tehát akkor nem muszáj sűrűn rakni a checkpointokat, de viszont cserébe azt mondja, hogy bármikor menthet, és ha elcseszeld a küldetést mondjuk, akkor mit tudja én, választhatsz, hogy betöltöd a saját mentésedet, vagy betöltöd az utolsó checkpointot, és akkor kiválasztod, hogy utolsó checkpoint, akkor betölti ott. Ha meg kiválasztod, hogy saját mentés, akkor saját mentés, és akkor nincs az, hogy 200 évvel ezelőtt volt az utolsó checkpoint, és kezd legelőről az egész csatát, amivel már kilotta egy órája. Yes. Már megint ilyen lopakodós. Nem lenne rossz, ha nem lenne rossz. Ő a célpont, de jó. Jó, messzire kell menni. És némi fogadni merek, hogy nem lesz checkpoint. A előző lopakodósnál, bármint a... előző régióban lévő lopakodósnál is ez volt. Szervusz, itt sem vagyok. Lehet, hogy ez egy kicsit... Ha biztos, megállnak a sárga növénynél, ezt mondja, vagy... de nekem... Ja, itt nincsen izé... ilyen növényzet. És itt van valami, bár ez nem sok minden. Most én jó helyen vagyok? Nem látom rendesen, hova lehet elbújni. Ott szembe lehet elbújni, de hát addig hogy jussak el? Ott van egy. Itt. Ez. Kicsi se volt feltűnő, hogy beugrottam ide. Nem vagyok itt. Nem vagyok itt.
Állítólag itt van mellettem, nem sokkal. Lesz. Aha. Menjünk egy kicsit visszább. Még én se tudom, hogy... hogyan fogok tovább menni. Talán úgy, hogy elbújjuk a fa mögé. És... elindul arra. Hát ezt még én magam se tudom elképzelni, hogyan lesz ez megoldva. Fa mögé. Nem vagyok itt. Ott van az. Gyerünk. Eddig nem rossz. Hát egy bonyolultabb ez a hely. Kicsit. Checkpoint! Azt a hét meg anya óceánt, hogy csinált ezt? Rájöttek, hogy néha kell közben is checkpoint, nem csak a legelejére, azt jó van. Jó. Stop, alright. Persze, hogy nem ebbe az irányba mész, mert minek is. Úgy. És oda nézek, tehát ide fogsz menni. Meg ide. 13 JDS-re van. A fa mögé elbújunk. Nincs messze, amúgy. Az az utolsó pillanatban. Na, ez azt mondom, hogy ez elment most ez a lopakodós küldetés. És bejátszás. Az szaggatás. Na, az előbb nem volt ilyen szaggatás. Most ez mi volt? George, any word on where I'll find more of the statue? Not yet. Soon. Okay, I'm gonna get a feel for the land. See if I can get in some hunting. Ez még elvileg ugyanaz a... Kaptunk egy térképfrissítést, tehát lesznek új... küldetések, meg új... izék... vista pontok, mi az? Körülnézési pontok. Hát igazándiból kezdhetjük előről a térkép felfedezést, mert bár a fő takarás az el van tüntetve, de most van egy új takarás, ugye? Mint múltkor is volt. Ezt a takarást meg kell szüntetnünk, hogy előbukkanjanak új dolgok. Ha tetszik, hanem ezt meg kell csinálni. Jól hallottátok, meg kell. Kötelező jelleggel. Jó, most annyira száguldozik hétenek. Nem tudom, milyen grafikai motort használ, de ma már fejlődött annyit a technológia, hogy nem tünteti el azt. Jó. Fejlődött annyit a technológia, hogy most is csinálnak ugye jobbnál jobb grafikai játékokat, és mégse zabálja meg úgy a gépeket, mint régen. Tehát most láthatjátok, ez 2013-as játék, aztán mégis itten néha beszaggat egy kicsit. Újabb küldetés. Ha így keresztül megyünk mindenen. Itt van az elefántos terület. Igen. Valahogy átjutottunk itt. Azt hiszem. Ilyenek. Valahol balra, itt el tudom fordulni, tökéletes. És kijöttünk ide. Mindjárt meg is nézzük. Ja, de akkor várjál, új, jobból. Ja, nincs új. Jó van.
Mi a neve? Gensbok. Gensbok, vagy... Gensbok, vagy mi? Magyar. Na. A G betűnél kell keresni. Hopp, igen, G, és akkor R. Nekünk az E kell. Go, go, go. Még az visszábbössz. Gél, G, Ge, Gems. Akkor még egy picit vissza, Ger. Geo. Gerger. Gen. Gen. Gen, gen. Nincsen gen. Az M betű után. Mindjárt O betű jön. És mi lesz az M betűs szavakkal? Jaj, itt van. Ja, persze, mert MN. Bocsánat, én meg úgy mondtam magamban, hogy N-nem. Gem? Mi ez? Gemsbook. Tehát akkor ezen kívül... Gem... Tét. Gemini, gemini, gemini. Nincs is ilyen ebben a szótárban. Mert itt már mindjárt gen. Gemstone van, de hát az nem... Nem ugyanaz. Ennyi gemstone, az az utolsó szó. Gemsbok. Ennyi. Hogyhogy nincs, pedig az elég vastag könyv. Elég komoly szótár ez pedig. És nincs benne a Gemsbok. Na várja. Várjatok, mindjárt megfejtjük. Annak ellenére azt mondják, hogy akinek ilyen komoly szótára van, az... De azt mondták, hogy akinek ilyen szótára van, annak nem kell Google fordító. Mégiscsak kell, mert még sincs minden benne. Gemsbok. Jó. A Gemsbok az azt jelenti, hogy Gemsbok, tehát nem tudom mi ez. Egy biztos afrikai állat. Ezzel nem kaptam új infót. Gazella, vagy mi? Hát találtam egy magyar Wikipédiát, de csak egy fényképet utat, azt ennyi. Jó, mivel nem tudom a magyar normális nevét, ezért a Gemsbok az marad Gemsbok.
Yes. Ja, ja. Jó mondtam, tehát az antilop angolul és antilop. Csak az P után van egy E. Magyarnál meg nincs. Meg nálunk antilop, az angolul meg antelop. És hát E-vel van írva, I helyett. Tehát az a lényeg, nem antilopok ezek, hanem gemsbókok, mert nem találom magyar megfelelőjét. Tehát még a Google fordító se tudja, hogy milyen állat ez. Gemsbók, kész. Ezek gemsbókok. Most így mindenki tudja, mi ez. Na, fedezzük föl a térképet. Jó, egyébként hasonlít az antilopra, tehát azért mondtam múltkor rá, hogy antilop. Na. Itt kell itt felfedezni. Ó, menjünk vissza. Várjál, mi van? Ja, jó irányba megyek. Nem akadnék föl mindenen, ugye? Most merre? Kicsit erre, balra. Jó! Valami összejön azért. Jó, itt is van egy kis fekete árny, amit ki kell szedni. A barlangból. Nincs benne semmi. Jó. Hoppá, de olyan kanyarokat csinál, mikor felgyorsul, hogy ez hihetetlen. Ó, ácsi, merre menjek? Én csak menjek. Járok, megyek, jön mögöttem és a jéghegyek. Csak a csillagok, holnaptalan már ott vagyok. Az a... Ja, az csak úgy benyúlik, ez kész. Nem ad ilyen. Benyúlik. Nincs ebben sok kamera nézet most így. Nincs, jó. Mondom, megnéztem volna a kocsit belülről. Jó, most feloldotta. Jöjjön fel, oldja, jó. Megyünk itt a folyón. Felfedezünk. Lesz egy útvonal. Érdekes, hogy rámegyek szinte a feketére, és akkor se távolítja el. Jó, kinőtt a fő az előbb ott. Oké, itt be tudunk kanyarodni. Nem tudom, hol megyünk, csak azt tudom, hogy derítem fel a térképet. És ez ilyen hegymászókocsi. Ami jó. Hát ilyen kocsi nekem se lenne rossz, ilyen elpusztíthatatlan karcmentes autó. Na, fönn akad a semmibe. Na. Határ. A határ a határokkal határos. Itt mehetünk így emerre, és akkor eltűnik a feketeség, így van. Yeah! Ez biztos átmegy a műszakén ez a kocsi. Na, hol vagyunk már? Annyira picik vagyunk a térképen, hogy nem látom. Na, ezt már eltüntethetjük.
Igen? Ne menjünk jobbra a szokásos módon a falat követve. Így eltűnnek a feketességek. Takarások. Ezt lehet, hogy nem jutunk előre vele. De ki tudja. Hopp, ott a picike sarok. Nehogy ott maradjon. Jó. Ez is megvan. Még sincs este, vagyis de. De a játékban nincs. Nem is lesz. De nehezen indultál meg. Keréknyomat megvan. Jó, most megint követjük az utat. És a fal mellett furikázunk. És itt van az egyik küldetés, igen. Folyó. Végre nem tót mondtam le. Jó, itt is ilyen elzárt terület. Nem érdekes. Itt vannak a flamingók. Szép a flamingók. És lejár az idő mindjárt. Jó. Fölfedezzük a helyeket. És ugye most jár másfél óránál. Jelenleg az élődásban. Így. Ezt is kiszedtük. Erre tovább. De a falak balra is kell menni, jobbra is kell menni. És teszek egy megfordulás. Egy évvel ez az egy éves megfordulás. Tök ízletes. Igen. Jó sok felfedezni való van. Konkrétan... Hol vagyunk? Jó, most érek körbe szinte. De úgy tűnik, hogy nincsenek új felfedezni valók. És még egy kis felfedezni való. Bár nem sok jobbra kell elmennem, azt hiszem. Aha. Alapvetőleg egyébként tetszik a játék, jól néz ki. De kicsit több GPU-t és CPU-t eszik még. Ahhoz képest a 2013-as. Merre kell nekünk menni? Szerintem hátra. Elmegyünk hátra. Haltva. Egészen eddig. Itt befordulunk ide, és elindulunk erre. Hatatnak úgy is, hogy visszafelé. És így megyünk körbe. Tehát első, második kereszteződésnél balra. Mondhatnánk úgy is, hogy a sátorhoz megyünk, de mégse. Itt az első. Már repülik tovább a flamingó. Itt az a szűk rész. Relatív szűk rész. És itt a második kereszteződés és balra. Igen. Valahol itt a feketeség erről van szó, már nincs is itt. De tovább kell menni, folyóba bemegyünk, és balra kell menni. Jó. Most egyenesen, és balra előre. Hibátlan bekanyarodás.
És ott van a fekete rész. Van egy kis utacska, oda be tudunk menni. Ja, nem is kell. Csak itt megyünk a folyón, azt egyszer csak kioldja. És mire kimondtam már, meg is történt. Jó. Át, igen, felfedeztük, amit csak lehetett. Újra, és nem jelentek meg új dolgok, úgyhogy csináljuk meg ezt. Vagy hol van még küldetés? Oda lent, és ott vagyunk lent, nem? Ott hát, pont velünk szemben van. Akkor indulás. Mi is állunk itten. Így. Küldetés helyszíne. Mi nem állítunk be semmit. Örülünk így. Jaj, nem. Ez megint izé lesz. Hú, ez megint lopakodós. Hát az elefántokat nem ismerjük annyira. Azt tudjuk, hogy magas. Magas állat az elefánt, úgyhogy... És ő a célpontunk. A... Ilyen neve. Gems... Bok. Gems Bok. Mert ez a neve, mert hát Gems Bok. És ez nem lesz egyszerű, mert az elefánt az elég nagy állat, és elég magasból is lát. Észre ne vegyük. De... Jó van, rohagy meg. Nem tudtam. Nem tudom, merre induljak el, mert fűben kell rejtőzni. De nem tudod, melyik fű az, amiben rejtőzhetsz. Ó, hogy elfeküdtött az elefánt. Az elefántocska. Hát persze, vegyél észre te is. Hova bújjak? Hova bújjak? Ja, most már kín vagyok a vadászterületen. Akkor hová menjek? Imádom ezt. Mindjárt szemben van az összes elefánt. Menjek erre, de nem menjek erre, meg ilyesmi. Jó, de ne ide! Olyan hülyén ugrál. Jó van. Ide jössz? Akkor én meg... Ide megyek, de az is észrevehet, meg az is. És akkor most hogyan, hova? Az meg majd visszaindul, és azért? Jó. Nem tudom, mi a megoldás. Bemegyünk. De ne! Ne köd! Hú, te! Nagyon hülyén ugrándozik. Tehát, hogy... Megakadunk. Persze. És most hova? Oda. Ez jó messze van ez a fa. Ráadásul lebukunk szerintem. Meg kell próbálni. Ott az a fa. Tehát elvileg elbújtam. Ott az a fa. Meg ott az az elefánt. Nem tudom, próbáljunk meg elbújni. A szikla mögé most. Nem tudom, mit csinálok, de eddig működik. Jaj! Nem látsz. Hú, mennyi elefánt van itt. Szépen lassan elsétál. És ugye ez a legnagyobb gond, hogy ezt mindig, ha elrontom, és sikerül ide jutnom, mindig meg kell majd várni. Most hogy vett észre? Én most hova bújjak? Észrevett, úgyhogy én nem is látom. Jó van, de... Akadjál fönn ezen a fán, hát... De ez rohadt jó. Most hova? Hát lát? Ja, így. Ja, hogy ezt is így várjam meg, hogy fél napig elcsalogoljon. Ballag már a vindiák. Na, gyalogolj.
Itt a következő fa csak annyira jó. Itt a fa törzse és a határ, tehát... Ez miért volt jó a játékoknál ezt így megcsinálni a határokat? Tehát, hogy itt van a fa. Érted? Van a fa törzse. És akkor... Nem az van, hogy közvetlenül itt van a határ. Vagy egy picit... Hanem... Hanem úgy van a határ, hogy itt. És akkor mindig behakadsz a fába. Mikor te azt hinnéd, hogy ó, még mehetek, aztán nem, mert már itt van. Látjátok, itt már nem tudok jobban neki menni a fának. Értem én, hogy el akarták kerülni azt a dolgot, hogy ha nehogy belefoljon a karakter a fába, de hát akkor is, hát ez most mi? Ez a vicc. Hogy itt vicces minden. Nem tudom, itt talán... Itt már vannak valami magasabb fűk. Egy picit jobb a helyzet. Ballag az elefánt. Elbújtam, csak nem tudom, hogy nem pont ide fog belemenni. Mert az vicc lesz. És a lebukunk, kezdhetjük előről. És nagyon úgy néz ki, hogy bele fog menni ide, ahol én vagyok, mert az úgy nagyon jó. Aztán minden, hát peresz... Menjél keresztül a búvó helyen, hogyne. De legalább... Egymás követik is nem fog belekanyarodni. Ez így elég. Le is lehetne lőni, de... És nem az a célunk. Milyen puska van nálunk? Jó, ez nem a dupla. Ezeknél a lopokadósoknál mindig a... Egy csőre van szükség. Jó. Hát ez jó nagy türelmi játék, az egyszer biztos. És nincsen checkpoint. Még mindig. Már rég lehetne, de ő azt mondja, hogy ő még nem ad. Nem vegyél meg. Haha. Jó, akkor most tulajdonképpen az a feladat, hogy ki kell várni minden elefántot, hogy elballagjon A-ból B-be. Nem szabad innen kibozdulni, most meg kell várni, hogy az az elefánt elballagjon. Ez nem volt a célpontod, azt írja itt bal oldalt. Jó van. Ballagjál el szépen. Na, most az a kérdés, hogy nekem oda szembe kéne átmenni, vagy inkább ott... Jó, akkor te is gyere. Ha már elindultál, meg az is. És nekem ott szembe kéne átmenni, vagy ott szembe kéne? Mi ez, valami végtelenített animáció? Megindul az egész csoda, vagy mi van itt? Végtelenített hűtött szerelem, nem tudom mi van itt, nem mehetek sehova se. És vissza még nem indult sehonnan. Ez jó. De nem volt csak pointunk. Ez nem jó. És most attól félek, ha oda... Arra kell mennünk, de hogy? És az az elefánt fönn akadt a fán. Most így szerinted... Jó, próba. Ne arra menjél, te hülye! Jó van, ez is elballag. Remélem, ami ott van, az is... Nem vagyok itt. Jó, hogy nekem oda föl kéne jutnom. Az jó. Egy baj van. Hogy ez nem fog csak úgy sikerülni. Jó van. Ezt mondtam. Fogadjunk, hogy a legelején vagyunk. Mert... Vagy hon vagyunk? 120 JDS-re. Hát nem tudom, hon vagyunk, hogy őszintén legyek, mert... Ez mégis nem a legelején. Itt a szikla. Jó van, akkor mégiscsak volt checkpoint, csak... Nem a világ legjobb helyén.
De miért ragadsz már be? Jó, de viszont ott vagyunk, amit ahol mondtam, hogy ezt mindig meg kell várni, hogy elballagjon. Itt a fa. Itt beszéltünk arról, hogy itt milyen korlátok vannak. És akkor megvárjuk, míg elballag. De érdekes, hogy a... A laptopom monitorja más színeket, más fényerőbe mutatja a játékot, mint az OBS-be. Jó, hát mondjuk a streamer számítógép az... Ez mi a nevézük? Annak arra más monitor van kötve, nyilván monitor függő, hogy mit lát az ember. Na, még egyszer. Gondoljuk át a tervet. Tehát... Ballagnak az elefántok ezerrel. Ezt már tudjuk. Azt is tudjuk, hogy oda föl kell jutni. Ami csak úgy lehet, hogy a középső részeknél kell nekünk bukfencezni. Ami nem olyan egyszerű. Mert az elefánt óra előtt bukfencezel, akkor lebuksz azonnal. Megvárod, hogy elballagjon, már ballag a következő, tehát ez ilyen... Hú! Na, jó. Meg lesz ez, csak fél nap kell hozzá is. Kész. Na, és az van, kettőt bukfencezek. Na, azért, jó. Oké. Most megint ballag egy elefánt. És nekünk itt középen kell közlekedni, hogy szépen kijussunk oda. Föl majd. Csak ugye várni kell. Dun-dun-dun-dun. Jó, én alapvetőleg türelmes ember vagyok, de... Ez azért túlzás, ez a lassúság. És az a baj, hogy már mindjárt meg is indult a másik elefánt. Tehát addig nem mehetek, amíg... nem ballagtak. Tehát az a hátsó, az megint beragadt. Úgyhogy az ott... Ez ott érdekes lesz. És a hátul, ott megint beragadt. Jó, meglökte a másik elefánt és elindult, de helyette ő ragad be. Mert ez ilyen nagyon jó megoldott dolog. Ide bemegyünk. Egyszerű, itt van a csónak. Már tudom, hol vagyunk akkor. Ilyen téren. Azok elmennek jobbra. Számukra balra. Nekem itt középen kell... bukfenceznem még mindig. Megfelelő távolságot meg kell várni. Bal oldalt meg ballag az elefánt. Ami annyit jelent. Ők talán ott maradnak. Őt meg kell várni, hogy elmenjen végre. Jó lenne fölgyorsítani az időt, hogy kicsit gyorsabban ballagjon már. És persze, hogy most jön egy következő elefánt ott is. De talán nem vesz észre az az elefánt. Tehát ami ott van velünk szembe, az talán nem vesz észre. Főleg, ha beragad a fánál. Na, próbáljuk még, én ezt mondom. Jó. Most be van ragadva, most vagy megvárom. Igen, megvárjuk. Erről van szó. Jó lesz ez, csak érteni kell a játék fizikáját. Logikáját. Na ide most én beraknék egy checkpointot, de a játékkészítők azt mondták, hogy szenvedjé. Nem kell ide checkpoint, inkább szenvedjé szépen. Most nem jó átbukfencezni, mert most konkrétan velem szemben van az elefánt. Ami nagyon jó nekünk, mert miért ne? De most ezt nem mondod komolyan. Jó, kerül. Jó van. Jön még egy, meg még egy, nehogy már tudjak haladni. Arra nem jó szerintem bukfenceznni. Oda szembe át kell bukfenceznem, de... Ez nem egyszerű, mert már megint jön egy elefánt. Próbáljuk meg!
Jó. Eddig fantasztikus. Ha ez... Látjátok, hogy ez az elefánt is beragad a láthatatlan határba. De jó lenne, ha kiszabadulna a végre. Szemből jön közben. Nekem meg át kéne repülnöm. Szóval bukfenceznem amoda. De úgy, hogy ne vegyen el készre. Most! De hallod? Hagyjál már! Jaj, de jó, hogy már megint innen kell kezdeni. Ilyenkor megy el a türelmem. Nem hiszem el. Nem is foglalkozok vele, hogy lát, vagy nem lát. Egyből bukfenc. De mi lenne, ha nem akadnál fönn mindenféle kavicson? Na. De most tényleg nem értem, mi van, tehát... Mutatta a nyíl, hogy vigyázz, mert fő észre fog venni. Még fehér volt, és utána hirtelen mégiscsak lebuktál. Hú, de utálom. Ezért utálom a lopakodós pályákat. Mert legalább lenne mentés. De nincs. Hú, olyan szívesen meghekkelném a játékokat, hogy az nem igaz. Ilyen téren. Most itt ballagnak össze-vissza. Ja, hát ott tartottunk, hogy fönnakadsz egy kavicson. Ott talán nem vesz észre. Jó. Most gyorsabb vagyok egy kicsit. Már közelebb vagyunk egyből. Igen, itt van az, hogy szembe jön, mert miért ne? Került ki. Nem engem keresel. Ki kell kerülnöd ezt? Most komolyan itt... Rohadnál meg! Ez most komolyan itt jön át. Melyik fejlesztő találta ezt ki? És megint... Itt kell bukfencezni, fönn kell akadni a kavicson. Meg nem arra bukfencezik, amerre én mutatom neki, hogy arra a kőre. Itt vagyunk a fánál. Itt is fönnakadunk. Látjátok, így bukfencezik a semmibe. Itt vagyunk, tessék. El vagyunk bújva. Nem vagyunk itt. Balagjál el, légy szíves. Persze. Rohadnál meg, hogy ilyen fostalicskán van ez megcsinálva. Meg akadjál fel, ez annyira idegesítő, hogy mindenhol fönnakad. Melyik idióta csinálta ezt? A Zigné. Stúdiónál. Tényleg, hogy nem lehet elbújni rendesen, meg minden. Nem azt csinálja, amit kéne, meg fönnakad minden foson. És akkor még keresztül megy azon a búvóhelyen, ahol te bújsz, és nem csinálsz semmit, mert ha kiugraksz, lebuksz, ha ott maradsz, lebuksz, akkor most mi a francot csináljon az ember? Jó van, takarodj el, meg te is. Én nem vagyok itt, akadjál fönn. Menjél az elefántóra elé, persze, hogy ne, hát ha lebukunk. Idióta. Olyan fos a mechanikája ennek a játéknak, hogy az hihetetlen. Nekünk oda kéne jutni, de hogy? Nézzétek meg, hogy keresztül megy a búvóhelyeken. Ahova nekem mennem kell, nem tudok. Hogyan? Majd nézem, hol fogsz menni. Fogadjunk keresztül, mész megint azon. Hogy ne, persze, olyan szépen keresztül megy rajta. Jaj, itt bukta. Lett volna. Próbáljunk meg... Úgy van, fedezzél föl, úgy van. Hogy lehet ezt megcsinálni? Jó van, oda megyek az elefánt óra elé, hát már nem érdekel.
Elmegyek valamerre. De ne akadjál már fönn! Ennek a játéknak ez a legnagyobb problémája, hogy fönn akad minden fason. Nagyon fos. Én azt hittem jobb ez a játék, de... Majdnem azt kell mondanom, hogy fos. Tehát jó néz ki a játék. Jó az ötlet, jók a küldetések. Jók lennének a küldetések, ha nem akadnál fönn. Ez a legnagyobb gyengéje ennek a játéknak, hogy fönn akadsz mindenen. És ott is jön egy elefánt. Hát ez így... két óránál járunk, szerintem már 20 perc biztos kilódok itt. Ez a borzasztó, hogy fél napig várni kell, hogy szépen elballag, szép lassan, lassú felvétel, de még a csiga is megelőzi. És akkor... Artugrasz, lebuktál, kezd előről az egészet! Mert rohadt jó előről kezdeni, biztos. És mindjárt jön a következő elefánt. Ami keresztül megy az összes búvóhelyen, hogy lebuktasson. De nem vagyok ott. Nem tudom, hogy fogok eljutni odáig, de el fogunk jutni. Nem tudom még hogyan. Nem tudom, benyomom a láthatatlan bódot, vagy nem tudom, mit kéne már csinálni. Elbalagná. Nézd meg, azon is keresztül ment, meg nézd meg, azon is keresztül fog menni. Na most, ha minden elefánt keresztül megy, akkor hogy a francba vigyen tovább? Úgy keresztül mennek a búvó helyen, hogy csak na. És jön még egy. Ha most kiugrok... Itt vagyok. Jó. És ott van az orrom mellett az elefánt. Amivel még nincs baj, hogyha... nem jön keresztül ezen a rohadt búvó helyen. De már jön a következő, ami szerintem keresztül megy a világ összes búvóhelyén. Ami azt jelenti, hogy át kellene menni oda szembe, és onnan átmenni balra, majd visszamenni, és akkor... Hát Istenem. Ilyen bonyolult utat, de mire ide ér ez, már keresztül is ment azon, és nekem annyi. Nem tudom hogyan. Jó, próbáljuk meg hátra mögött. Jó van! Támadjál! Hát nem hiszem el! Ez fos! Ez a legfosabb küldetés, amit kitalálhattak. Hova kell menni, mert nem látom. Erre, vagy mit tudom én. Ja nem, arra van a kocsi. Arra. Olyan jó, hogy kirak a játék úgy, hogy teljesen más irányba kell menni. Na, előbb itt bukfenceztem. Úgy van, akadjál fönn, ahogy az kell. Olyan mondom, annyira jó lenne ilyenkor csalni. Tényleg, hogy ez nem igaz. És most, hogyan csináljuk ezt meg? Ha itt maradok, lebukok, ha nem maradok, itt lebukok, tehát... semmi, nem lehet ezt így. Hát persze, persze! Gyere ide, így van. Remélem elkerülöd messzire. Fogadjunk, hogy keresztül jössz ezen a foson. Ezt úgy csinálták meg ezt a küldetést, hogy ne tud megcsinálni. Itt vagyok. És nekem el kell jutni valahova. Ide föl. Még a fele sincs meg, vagy mi van? De a fele azért megvan. Hát ez nagy nehezen elballag. Nekem át kell ugranom oda. Így. Jó van, akkor elmegyünk ide. Mert a két fa között nem férünk át, ha akkora rés van, hogy két ember egymás mellett elfér. Te a játék azt mondja, hogy nem férsz át.
Jó, gondolkodom, hogy csináltam az előbb, hogy eljutottam a csónakig konkrétan. Csak a persze, hogy keresztül kell menni a búvóhelyeken. Át kell mennem a túloldalra, de nem tudok. Most itt vagyunk, ezen a szent helyen. Innen át kéne mennem. Oda! Csak nem bukok le. Na. És most van az, hogy az az elefánt, az most vagy keresztül megy ezen, vagy egy nem. Nem tudom. Próbáljunk meg. Az orra előtt bejön ide. Bejöttünk. Jó. Most már keresztül mehet, ha akar. Hú, és nekem, és megint jön egy elefánt. Még mindjárt jön olyan elefánt, ami emelre fog menni. Ami nekünk nem jó. Telkünk, át kell mennünk erre. Észrevét... Nem vagyok itt. Észrevétlenül. Végre eljutottam ide. És valahogy fölfelé kéne jutni. De. Elefánt, elefánt, elefánt. Elefánt. Mindenhol elefánt. Meg sem mozdulnak. Ez... fárasztó. Nem kicsit, hanem nagyon. Ide átszenvedtem magam. Itt lehetett volna egy checkpoint, de nem. Még mindig nem rak be checkpointot. Mert nem kell. Légy szíves. Menjél balra. Még véletlenül se erre gyere. Fönnakadsz a fán, ahogy szoktad. De amúgy, ha minden erre, elefánt erre gyűn. Hát végül is jó, ha kiürül a terep. Az jó lenne. Jaj, és komolyan, na végre kiszabadultál a láthatatlan erőmezőből. Egy elefánt kivételével az összes elindult. Errefele vándorolnak. Úgyhogy meg kéne várni, hogy eltűnjenek. És akkor úgy, valahogy tovább menni. Oda kéne, de hogyan? Esetleg a fa mögé el lehetne bújni, de itt olyan sok az elefánt. És végtelenségig termeli őket, hát nem tudom. Hogyan csinálja? De itt vagyok a fa mögött! Itt vagyok a fa mögött! Itt... Jó, visszamegyünk, hát nem igaz. Az előbb ilyen vékony fánál is el lehetett bújni, most nem. Ja. Nem tudom. Hogyan menjek tovább? Ja, fennakadnak egymáson, de jó. És végtelenségig csak jönnek. Azt kérem, mint az előbb, hogy így megindul a csorda. Először odabújok a fa mögé, ami nem valami jó búvóhely, és onnan egyből át kéne ugrani. Oda be. Oda. Oda be kéne ugrani. Oda be. Oda be kéne ugrani. Fönn megül. Ha nem akadunk fönn minden kis bogáról, meg kavicson, meg sziklán, meg izei, meg a sűrített levegőbe, vagy nem tudom mi akadályozza meg még, hogy végre menjek. Picit jobb a helyzet, de nem az igazi. Ide kijövök. De oda, ide, menjél be, mert csak akkor rejtőzöd el. Jó. 7 JDS. Most célpont 68 JDS-re van. Nem tudom, hogy hogyan, de le fogjuk lőni. Hát, az rohadt messze van. Nekem innen kell lelőni. Siker? Siker, léci. Sikerült, de jó. Az égnek te. Hogy ez mennyire fosol. Ez rosszabb volt az előző fosnál. De az előző részben is volt egy ilyen fos kalandunk.
Mennyi ilyen lopakodós lesz még? Nem lenne rossz a lopakodós küldetés, ha nem lenne rossz, ahogy az előbb is mondtam. Csak az a baj, hogy rossz. Nem működik jól. És ha véletlenül a legvégén is elcsesztem volna, nem se kerül megfelelően. Most hol tudok átjutni? Mehetünk. Mi van? Erre? Ha erre megyünk, az jó nekünk. Jó hát. Na. Esetleg a legvégén elrontottam volna, tehát meglövöm, de vígan futkos tovább a célpontunk. Akkor természetesen nem ez van, hogy a sziklához visszarak, ahol följutsz, hanem ez, hogy a checkpointtól, ami körülbelül nem is tudom, 100 méterre odébb van, vagy 200 méterre odébb van, és megint szenvedni kell az elefántokkal, nehogy lebuk. Na ezért sejtettem, hogy ez nehezebb lopakodós küldetés lesz, mert az elefánt az egy magas állat, és sokkal előbb észre tudnak venni. Mint ezek a mi a nevék? Gemsbokok. Gemsbokok azok legalább olyanok voltak, hogy orruk előtt bukfenceztem át, és akkor se vettek észre, tehát. De egy másik betöltésnél meg egyből észrevettek. Szóval elég érdekes mechanikája van a játéknak, hogy hol működik, hol nem. Júj! Oh! Megérkeztünk végre. Ez úgy hallom, hiénás küldetés lesz. Hú, emberek. Ah. Lopakodós? Nem, már akkor megmutat. Á, mindjárt kiderül, hogy lopakodós. Szerintem nem, ez ilyen menekülős lesz. Megint elefánt? Ugye nem. Jé, mi lesz ez? Jaj, nem, megint elefánt. Nem hiszem el. Ez megint van fekete is. Az megint rám küld vagy 68-at. Több irányból. Jó, hogy ezt a puskát hagytam magamnál, mert ez elég erős. Nézem a térképet is. Ha. Jó, a fekete az idősebb elefánt, úgy vettem észre, és sokkal lassabban mozog. Jó, a feka megvan. Tehát a fekete elefánt megvan. Gyere! Egyébként kipróbálhatnánk azért ezzel, hogy mennyire erős lehet, kevesebbet kell lőni, nem tudom. És már úgy érzem, hogy mindjárt jön egy másik elefánt. Az a baj, hogy ez így nem jó. Most meg jó. Hoppá! És jön a másik. Jól láttam. Rosszul láttam, már káprázik a szemem. Szerintem ez erősebb. Na, ennyi volt. És most jön. Ott van, fekete. És jön mellettem a következő. Egy fekete. Legalább az a jó benne, hogy lassabb, mint a... Hoppá! Ilyen trükkösen kell. És ez nem egyszerű.
De hogy talált el, amikor elugrottam? Nem működik a játéknak a fizikája, ahogy elnézem. Tehát, hogyha elugrok... Jó, most láttam, hogy az ormányával elcsapott, de... De most hozzám se ért, ne idegesítsé, mert... Most szép lett volna, ha ezt is elkapom. Ez a legjobb fegyver elefántokhoz. Ez is megvan. Jaj, de jó. Hú. Na. Most nem tudom, mi lesz itt. Új területre megyünk, vagy maradunk itt? Mr. Mason, maradunk itt. Reasonable certainty that there's a piece of the statue in one of the two locations. Most akkor minden pályán háromszor vagyunk? No, but for now this is the best I can do. Az előző részben is. I'll check 'em. Háromszor voltunk, vagy hát egyszer egy más területen is voltunk, az igaz? De ott is háromszor voltunk lényegében előző régióban. Jó van, most szerintem most megint kimant a karva, mi? Ja, most lehet, hogy tojok rá a kitakarásra, és inkább... Vagy megnézzük? Ne legyünk lusták. Na, megnézzük. Mi bajunk közbelőle, egy kis időt elhúzunk. Maximum, mert útkor is az volt, hogy újra felfedeztem a térképet, és... Új... körülnézési pontok jelentek meg, csak ezért akarom újra felfedezni, hát ha. De akkor még ez ugyanaz maradt, tehát akkor ezzel nem kell vacakolni. Ugye? Hogy ott csillog? Eddig ott nem volt semmi. Na ezért mondom, hogy ezért érdemes újra meg újra felfedezni a térképet. Oké. Mehetünk tovább. Szépen megyünk felfedezni. Bemehetünk ide is. A lassan fejbe tudom, mi merre, hogyan. Ideje lesz, nem? Ismerős terep. Terepasztal. Nem baj, ha észrevesznek el most. Nem lövöldözni jöttem, hanem felfedezni. Szépen fal mentén megyünk. Hát, ti meg... Az a kicsi nyer? Ja, nem, csak... Be volt süllyedve, azt hittem, hogy a kicsinél. Jaj, majdnem fönn akadtunk megint. Jó. Hú, most nézem, mi van itt a jó ég. Az igen. Jó, visszarakott, így már jó. Semmi nincs elveszve. Ja, itt ez az út, ja. Ismerős. És felfedezzük a felfedezni valókat. Jó, arra nem mehetünk. Elállják az utat a vágak. What? Ez mi volt? Van itt valami? Nem tudok erre menni, mert újra meg újra kirak a... What? Konkrétan nem engedi a játék, hogy arra menjek. Érdekes. Nagy része meg van fel van fedezve, de
menjünk csak vissza. És hopp, véletlenül váratlan volt. Miért nem tudtad adni? Na itt valahogy be tudunk törni. Így van, elmegyünk itt arra. Ó, itt vannak ezek a fennakadós fák. Tudassál már, vagy valami. Ugye a játék felajánlja, hogy reset card. Úgy újra rakja valahova. De nem izélek vele. Az igen, majdnem elütöttem. Na! Felfedeztük ezt a felső részt. Most akkor elmegyünk az alsó részre. Ahol van ez az út, arra fogunk elmenni. Mindenféle ok nélkül nem ölünk állatot. Jó, most itt a tó felfedő. Már megint tavat mondok, ez folyó, nem tó. Igaz, hogy tóba vezet a folyó, de ez folyó és nem tó. Folyó megy a tóba. Azért folyó, mert folyik. Jó, így, itt a barlangi. Eddig jók vagyunk. Nagy a terepezett, biztos. Végig nyomatjuk a folyót. Megnyitottuk. Mi lenne, ha? Quiz track, reset track. Nem is kár, hanem track. Ez a szűk rész. A relatív szűk rész. Hát itt most körbe megyünk. A folyón. Jé, végre azt mondtam, hogy folyó. Hoppá! Csillogó, csillogás. Aha, fejlesztés. Na, megyünk is. Még mindig körbe kell menni. Jó.
Ez a megvan. Hát itt mögöttem is föl kéne fedezni, hát ha ott van valami, meg itt. Jó, az lesz. Tehát akkor erre lényegében. És egyenesen mindenen keresztül. Vagy rámegyünk az útra. Menjünk rá az útra. Ah, nem, nem. Nem, ez egy kicsit balra, ez kicsit jobbra. Semmi bonyolult. Tehát most egy kicsit balra. És egy kicsit jobbra, mindjárt. Most van egy kicsit jobbra. Nézzétek meg ezt a grafikát, azért ez elég szép grafika. Csak ezek a lopakodós küldetések nem igazán jött össze a készítőknek. Mögöttem kell menni, és megint így körbe. És akkor megint sátor után második keresztül, tehát... Ha itt megyünk... Itt a fölmehetünk, akkor könnyebben megy az autó. Tehát itt mögöttünk. Aha. Jó, megjegyeztem, tehát... Az fog történni, hogy... Itt megyünk fölfele. Most nekem szó szerint fölfelé. És... Itt... jobbra. Igen, és akkor a sátor után kereszteződés balra. Ó, mindjárt itt él, akkor majdnem meg lesz a 3 óra. Ja. Ja. Hát egy fél órát még nyomom. Minimum. Elrontottam, most mondtam az előbb, hogy itt balra kell menni. Még... Úgy. Ott. Föl. Na akkor azt kioldottam? Ki? Jó, akkor most már mehetünk a küldetésre, ami itt lesz nem sokára. Ó, itt voltak az elefántok, hogy rohadjanak meg. És mi az? Ja, hogy rásüt a nap. De jó helyre keveredtem, és nem akar kimozdulni már itten. Akadálypálya. Akkor menjünk föl az útra, lehet, hogy azt fogod vezetni a küldetés. Hő! Na, menjünk csak. Valahol itt kell lennie. Küldetésnek. Mert szinte ott vagyok. Na, megjelent ez. Akkor ezt végrehajtjuk. Nem akadok fenn. Jó. Ha izé lesz lopakodós, de izébe. Gemsbókos lesz, akkor az legalább elfogadható. A franc már. Nyomkodom össze-vissza meg. Fél napig itten kocsikázunk, na... Szállunk így. Yes. Nos, nyomatjuk. Célpont, kereső vagy mi ez? Ugye messzire. Elefánt... Elefánt? Van megint elefánt? Lesz, vagy nem. Ja nem, az csak a elefántos terület. Hú, Pardus, vagy Jaguar, vagy milyen neve ennek. Ah.
Aha, az igen. Öj! Hoppá, másik. Ó, ez közel volt. Hó! Majdnem megtámadott. Azok mindjárt megtámad. Ó, hányan vagytok? És hárman. Nem tudom, mire jó ez a puska. De a leopárdoknál használható volt a dupla csüvő. Legalább. Ó, hogy terítsére. Jó, értem én, hogy közelségi fegyver, de azért már... Jó, egy elterült. Ó, hogy rohadná meg. Hát csak nem sikerült. Ez az állat okosabb, mint egy. De! Jó, újra. De hagyjál már! Elmenekülni nem lehet. Rohadnál meg, és akkor eltűnik a térképen. De láttátok, hogy bekövet? Levegőben irányt változtat, hát ne idegesítsé már! Jó van, fegyverváltás. Hon vagy? Hol rohadnál meg, hogy előjössz a semmiből? És persze akkor lősz, amikor már nem köt. Most vezek fut ezerrel. Vagy lehet, hogy ki kéne választani a másik puska? A másik két csövüt. Mert ez nem túl erős, a másik erősebb volt. Hú vagy. Gyerünk! Arra adnál meg. Ó, az elfeküdt. Ez az erősebb, mint a két csövű. Szeretném a két csövőt is használni, de ezek szerint nem ezt a dupla csövőt kell használni, a másikat. Elfeküdt, de jön még egy, ahogy elnézem. Hopp! De minek van a bukfencezés, ha nem lehet elbukfencezni előle? Rohadnál meg. Jó, legalább eltaláltam a segélyt. Jó, most onnan jön mi. Hopp, ott lesz. De... Jó van, akkor ne bukfencezzél, hát. És valahonnan eminnel jön. Hol van? Gyere már elő. Ott van. De persze. Ó, küldjed rám a következőt is. Igazad van. Teljesen jó. Hát de... Az egyik az megvan, és most meg lesz a másik. És most jön megöttem a harmadik. És újraélesztjük magunkat, hogy mi a fene, gyógyítsuk magunkat. Az a jó, hogy így legalább messziről meg tudom támadni. Ha meg tudom támadni... Jó vagy? Ó! 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 Támadjál már, vagy valami? Nem azért kerülgetlek. Az megvan. Még jó, hogy bukfencezés közben lehet tölteni. Újra tölteni. Hát csak ő van. Azt hiszem. Pont bukfenceztem egyet. Hú.
Ez igen. Na, egyébként még ez is jobb volt, mint az elefántos. Mi van? Mr. Mason, this elephant is an alpha. Alpha, elefánt. Ja, azt mondta, hogy isn't. Ami azt jelenti, hogy ez az elefánt nem alfa. Jó, biztos. Ide fogunk menni, mert ahol most vagyunk, azt megcsináltuk. Jó, más nincs is. After that leopard, do you think I'm planning a stand-up comedy routine? This elephant is unlike any you've ever seen. This isn't a docile, gentle giant. It has a predatory mindset, and it will not hesitate to kill you. As I understand it, you wouldn't be the first. Don't worry, I'll bring peanuts. Azt mondja, nem gond. Hát kíváncsi leszek. Na, meg teszünk egy jó nagy kört. Egyszer csak odaérünk. Na, kérem szépen, 2,5 óránál járunk. És már éjfél van. Azt jelenti, hogy éjfél van. Nagyjából 1,5 órát kell még kilódni. És utána lehet, hogy jön a következő régió, ami a következő élőadást jelenti. Na, következő, yes. Nem váltottam le a dupla csövőt. Júj, ne. Lopakodós. Ráadásul ez kombinált. Elefántok és... És... Milyen nevék? Games... Vagy mi a franc? This one's for me. Most ő a célpont, ő jó célpont, az... Na, az tény. Mi a neve? Gemsbook, nem bírom megjegyezni. Tehát Gemsbook. De van elefánt is. Na mindegy, most az pont hátra nézze minket, az nem érdekel. Átburulunk ide, tessék itt a szikla. Fordulj meg, úgy van. Megfordul. Ő viszont sok villámgyors. Most így... Kanyarogni kell össze-vissza. Nem tudjuk megmászni a hegyet, de jó lenne. És mi itt a megoldás, mert én most csak megyek, de nem tudom, hogy hova. Hát ott elefánt van. Jaj, hát nem mondod, hogy a... Ha észrevesznek, akkor ilyen jelölés fog megjelenni. Múltkor is... Benne volt ez. De érted, akkor írja ki, amikor már eleve tudsz róla. Hú, de jó, hogy keresztül mész azon a búvóhelyen, ezt tudjátok, mint a jelent szenvedést. Oké, hogy az úgy ott marad. Nagyon fantasztikus. Talán így még nem vesz észre. Fogadjunk, keresztül mész azon is. Azt a mindenét, ha így bejönne az lottóütös, akkor semmi gond nem lenne. Jó. Hát akkor ez ilyen akadálypálya. Most meg kell várni, hogy így gondolom erre elmegy. Meg kell várni, hogy majdnem háttal legyen velünk. Úgymond. Vagy seggel. Szóval. Igen, és akkor talán át tudunk menni, hogy igen, mire kimondom, már meg is történt, hogy nem bukunk le. A szembe néz, de az minket talán nem zavar. A lényeg, hogy... Így van, ez a lényeg. Az az elefánt, az ott el van, jó? Amikor így lerakja magát... Az elefánt, akkor... Kéne átbukfencezni?
mondjuk most. Észre ne vegyél. Jó. Nem tudom, mit oldottam meg ezzel. Checkpoint, de jó. Végre. Legalább így van egy kis checkpoint. Jó. Jó. Pedig jó a taktik. Jó a taktik. Most innen hova? Fáról fára, vagy... Vagy mi lesz? Oda át szembe. Az baj. Háromszor is kell bukfencezni hozzá. Gems book. Jó. Takarodj. Most ezek folyamatosan mennek körbe. Járőrözők. Ugye most nem lehet még. Még nem. Most lehetne, de már jönnek. Másik. Ezt mondtam, hogy háromszor is kell bukfencezni, meg milyen jó, hogy másik irányba is ment. Oda le. Szerintem ahhoz az kell. Nehogy lebukjunk. Annak az elefántnak szerintem el kell fordulnia, annak a Gemsbooknak meg el kell mennie. Na, fordulsz? Fordulj meg! Fordulj már meg, azaz. És ott, azaz. Jó, az megfordult. Az most jön. Az lehet, hogy észrevenne. Ezért picit várunk. Mondjuk most. Még. Úgy. És megvan. Nagyszerű. Na. Csak megvan a taktika, hogy hogyan tudunk elmenni a Vault B-be. Most ide néz az elefánt. Igen, ide néz az elefánt. Tehát... Ne vegyen észre, mert minket ez a lényeg. Meg sem mozdulunk. Oda kell menni. Oda. Amit most nem láttak. El kell fordulni annak az elefántnak, mint most. Annak... Az ott megálltak. Akkor... Nekünk csak annyi a feladat, hogy ide. Ez az. Még mehetnénk tovább. Ide. 74 JDS-re van, egy picit jobb a helyzet. Oda, ott abba a bokorba is hát fűbe kéne menni. Azt nézem, hogy hogyan. Jó, ez a kecskeféleség elmegy innen. Gemsbook. Átrepülünk ide. Észrevétlenül. Nem vagyok itt. Látom, hogy hátra néző. És... Innen... Oda. Hát az jó messze van. Hát nem tudom, mert ez közben pont meg... pördül. Ez megpördül. Vagy oda. De hát az nagyon messze van. Vagy inkább oda föl kellett volna menni. És ha jól láttam, nem volt checkpoint. Nem vagyok itt. Hú. Ez közel volt, hogy teljes mértékben észrevegyen. Jó, most ez megpördül. Akkor nekem át kell menni a világ túlsó felére már megint. Jó. Most. 1, 2, 3. Nagyszerű. Jó. Jók vagyunk. Most megint erre néz. Nekünk oda kell átbukfencezni. Ez az utolsó lépésünk, ha minden igaz. Ez a kecskeféleség. Megfordul, és most, mint a villám, ide megyünk. És most becélozzuk, de a fűtől nem látunk, ezért nem működnek a dolgok. Akkor átlövünk, hogy elterül. Nagyszerű! Na, ez elment, mert nem volt olyan sok elefánt. Ja, most jön a túlélés. Oh.
Hú, de gyors vagy! Elterült. Hol vagy? Megtaláltam. Teljesen ráhibáztam. Mögöttem jön mi. Mindig ezt csinálják. Jó, hát ez a csapatmunka. Egyszer innen, másszor onnan. Ó, kész. Teljesítményt értem. There were no pieces of the statue in either of those spots you told me about. Puska. Are you wasting my time? If you want exact science, you should have been a scientist. If you, I am. Gyertek utánam. Part of the statue is at Majestic Fall. Hát több küldetés nincs, nem? Itt van egy, ezt megcsináltam. Itt van egy, ezt most csináltam. Há, és nincs több. Megyek vissza a sátorhoz? Az lehet? Az szokott lenni ilyenkor. Let me guess. The alpha is there. It's not meant to be easy, Mr. Mason. I'm heading over. You should start counting my payments. A folyóba kéne menni, mert az oda fog vezetni. A folyó. Tehát belemegyünk a folyóba. Ebben a pillanatban. És viszkedett az orrom, és mindig viszkedett. Ide belementünk, és megyünk. Megyünk, és kész. Na, van is messze. Itt kell balra menni. Föl. Ez az. És mindjárt kérje, hogy átmész a következő helyre? Szerintem. És nem írta ki. Hát akkor most mi a feladat? Ja, most jelent meg. Tehát vége lett a beszélgetésnek, és most jelent meg a következő küldetés. Hú, de jó, hogy ilyen vastag. Ja, az egy alacsonyabb fa. Törzse ugyanúgy vastag. Jó, de jó. Jó, akkor itt. Jó. Akadás. Itt lesz biztos. Ha itt a közepe pedig. Pedig biztos ott vagyok. Nem hajlandó megjelenni. Ugye milyen jó ez? Ja, ennyi már meg. Oly de jó, hogy itt mindenhol fönn lehet akadni, de elvileg itt bent az erdőben van a közepe. Itt. Most komolyan szálljak ki. Ja, Istenem, jó van akkor. Kiszállunk. Elvileg ez a közepe. De semmi. Ahó, itt futkosok a küldetés területén. Nem kéne megjelenni? Valami. Semmi. Imádom én ezt, mondom már. Ezt nem hiszem el. Mi nem jönik meg. Nem hallandó megjelenni.
itt megyek mindenfelé. Nem tudom, mert akkor megyünk, tudod mi, rám fölmegyünk a izére. A tó, folyó, majdnem tavat mondtam már megint. Jó van itt, áh, kidőlt a... Mennyi már hátra? Hú, de gagyin van megcsinálva? Na. Aztán addig megyünk körbe-körbe, ameddig fel nem oldódik ez a fos. Na, feloldott. Végre. Vagy valami. Ahó. Nem akar feloldódni, hogy mennyire utálatos ez. De jó, hogy nem működik a játék rendesen. Megjelenne már a küldetés, vagy most mire várunk? Bementem a közepébe, úgyse fogadta el. Ez rohadt jól meg van csinálva. Jó, menjünk el balra. Nem tudunk elmenni balra, mert itt van minden fos. Körbe falaszták. Na. Most itt vagyunk. Nem oldódik föl. Miért minek? Nem hajlandó feloldódni. Nem minek kéne, ugye? Feloldódni. Ahó. Valami történhetne most már. Ahó. És semmi. Bemegyek az erdő közepébe. Tessék, itt vagyok kocsival is. Hát ennél pontosabban középre nem lehet menni. Semmit nem reagál a játék. Jó van, dögöljél még előtt. George, there were no pieces of the statue in either of those spots you told me. Na, megint ide kell menni. Hú, van ez a vacak sátor. Van lent, ugye? Na. Szemben megyünk, aztán balra. Are you wasting my time? If you want exact science, you should have been a scientist. But if you, I am sure now. Part of the statue is at Majestic Falls. The elephants. Let me guess. The Alpha is there. It's not meant to be easy, Mr. Mason. I'm heading over. You should start counting my payment. Na, itt vagyunk. De mennyi, mert komolyan mondom, neki megyek valaminek, azt mit talán nem is tudom. Mint ha a gumilabdák lennénk, így jó sokáig megyünk visszafelé.
itt vagyunk. És nem oldódik föl, hát nem tudom mi van ezzel. Nem működik. Nem működik a játék. Ahó. Valamit nem akarsz csinálni? Itt vagyok, de nem történik semmi. Valami. Ahó. Na jó, megnézem videóban, mert nem tudom, mi a rossz sebet kéne csinálni. Vagy csak szimplán fos a játék, és nem működik megfelelően. Nem tudom, mi van most. Járjatok, még kicsit körülnézek valahogy. Jó, akkor menjünk ahhoz az elefánt feliratos helyre. Nem, az emerald, nem elefánt, az elefánt az itt van. Mindegy, menjünk a felirathoz, az a lényeg. Lehet, hogy itt lesz. Hol rohadnál meg? Hát nem arról volt szó, hogy mindig az öt kör közepére teszi a küldetést. De jó, hogy nem néztem meg videóba. Ahogyan nem ütettem, nem szeretem megnézni. Mit kell csinálni, mert szeretek rájönni magamtól. De most viccelsz, ugye? Semmi kedvem hozzá, el akartam indítani ezt a rohadékot, de ennek támadnia kell. Te hol vagy? Jó van, te akartad. Istenem. Nem akartam belecelni. Újra akartam tölteni. Na, egy dolgot csináljunk meg. Cseréljük le ezt a puskát, hogy itt van valami komolyabb is. Van, csak hiába, mert nincs elég helyünk. Várja, most három van amúgy is, na. Nem. Ja. Jó van, belezavarodok. Nem, ez így nem jó. Jó. Akkor ezt hagyjuk így. Ide meg betesz. Mi túllépi a súly határt. Ja, ez igen. Nekem a hagyományos. Ez a hagyományos. Ez nem. Nem a hagyományos. Melyik a hagyományos? Tehát is több helyet foglal. És ez milyen? Ez nem az. Elég komolynak tűnik. Ezt megpróbáljuk. Aj, már megint bele... Léptem. Nem ezt akartam. Na most? Mi azt mondjuk itt is lehetett volna változtatni? Yes. De jó lesz ez így. I bet I could jump this in a vehicle. Na, megint lopakodós. Mi van? Ja nem. Mi van? Átugorni. Ja, kocsival úgy már lehet. Jó elefántok megint. Ajaj. Bajok lesznek. That's a big one. De
Jó, de legalább burulj ki. Mondjuk ez lehet, hogy felesleges. Ott! Na, hoppá! Ez egész jónak tűnik. Ez a fegyver elsőre. De ez is inkább közelségi. Mit sem izé. Távolsági. Nyilván a sörétes az ilyen. Szórja a sörétet. Azt a rohadt! De nyomtam azt a rohadt elugrást, akkor ugorj el, légy szíves. Ó, de jó. És te is. Nem tudom, még mindig a elefánt ellen ez a másik puska az erősebb. Hogy elnézem. Na, megvan az ér. Megy ez. Ja? That can't be good. Volt a másiknak, vagy mi? Várja. Na, vissza. Most ez azért... Ez a sörétes azért jobb, mint a másik. Na. Azért ez terepharc, hogy... Jó, hát így már nem annyira jön mindjárt következő. De gyerünk. Ó, már is még egy támadás. Jó, van, megy ez. Hoppa! Jó. Ho! Hú, az megvan. Ez vissza. Ott van még egy. Most hosszabb küzdetés. Ó, megvan. Jó, újra tölt. Átvált. Gyere. Úgy. Hopp. Ez, meg még az is jön. Természetesen. Miért ne? Jó, most már az embernek van egy kis tapasztalat, akkor azért már jobban megy. Már nem vészes a dolog. Oh, ne. Ah. Igen, akkor nyomni kell ezerrel. Jó. És te jössz. Ó, még egyszer. Mennyi? Messzebb megy, akkor a másik puska. Még egy van. Ez most mi a végtelenség? Ja, ez ilyen botharc féleség. Értem. Gyere. Ez megvan? Úgy néz ki.
De ez meddig kell harcolni amúgy, mert most nézem, hogy nem igen megy le az a csík ott. Nem igen akar lemenni. Éppen hogy. Na jó. Lehet, hogy nem mindegy, melyik puskát használom? Nem tudom, az elfeküdt. Nem tudom, mi van amúgy. Most akkor használjuk ezt, hát ha jobban lemegy az a csík. Vagy azt kéne mindig eltalálni? Az alfa elefántot? Lehet, ennek lenne logikája végül is. De ne idegesíts! Ott volt fönn. Akkor lehet, hogy azt kéne lőni. Ó, rohadnál meg. Csak közben ezekkel is. De rohadjál már meg. Jó, akkor végig ez lesz, és azt kell eltalálni ezek szerint. Azt kell eltalálni. Végig. Őt kellett volna egész végig eltalálni. I'm gonna tie a knot in that trunk. Ja. Jó, akkor most ezt szélőzök egy darabig. Hogy? Téged is. Hoppá! Ez aztán a... ellenfél. Hátsó jött. Hopp, bejátszás. Jó van, legalább sokáig kibírtam amúgy. Ott szórakoztam velük. És akkor itt folytatjuk a harcot? Talán. Igen. Mert eddig túl könnyű volt, mi? És az a durva, hogy figyeld, kikerülöm. Mondom, kikerülöm, de erre csak eltalál. De... hogy meneküljek így el? Két elefánt itt van egy helyen, hát ne idegesítsél már. De mi... hagyjál már békén. Ezek is, meg azok is, meg próba... nem hiszem el, menekülni kell, mert rám tapos, meg mindent csinál. Ezt a boss kéne utoljára hagyni. De hagyjál már, hát... hirtelen hogy lettetek ilyen fürgék? Az előbb még itt... de... nincs több újra töltés, hogy mi az élet erő újra töltési lehetőség. Hogy lettetek ilyen fürgék? Az előbb még itt a nyugdíjas tempóba mentetek. Hát ne idegesítsél már. Ezt nem lehet megcsinálni. Hol volt a checkpoint? Most hun vagyunk. Nem tudom, hun vagyunk. Hirtelen olyan villámgyorsak lettek. Nem is látom, hun van. Aj, már!
Rodnátok már meg, hát nem igaz. Nem lehet kitérni. Mindegyik velem szemez. Nézd meg, nem tudom kikerülni. De, nézd meg, mint a villám úgy jön, hát eddig nem is tudtak így futni. Nézd meg, oda teleportál, hát mi ez? Nézd, semmi, nézzek, hát úgy ide fut, hogy be se lehet követni. És tapos össze, ja? Jó. Rohadt jó. Mi, ő volt a lényeg, vagy mi? Ha még vannak ketten. És ő volt a lényeg, vagy mi? Emberek. Ez nem tudom mi volt, de itt hogyan lettek ilyen villámgyorsak, ezt nem tudom. Jó. Most nem mondanak semmit, mehetünk ide-vissza. Tudtam! Na, hol van ez a fos? Balra. Hú, hát ez kegyetlen rossz volt, törőleg vége. Olyan villám gyorsan futottak, ahogy még eddig soha. Yes, végre. Következő régió. Igen, köszönöm. Úgyhogy szerintem itt lesz vége az élőadásnak. Főleg, ha megvan a 3 óra is. Unlike you, I have friends. I heard friends were only good for moving couches. I'm sorry. I was rude to you before. Manners. This is new. No, I mean it. I had a dream about you. Lelőni. Oh? I was in the dark, alone, and I felt this presence, like something was creeping up on me. An animal. And I was getting really scared. Then, in the dream, I woke up, and you were there, holding this black snake by the tail. You stopped it from biting me. You saved me. Dream me is a pretty good guy. I guess so. Are we going to kiss? I guess so. Yeah. Főhősünk a hőse, szó szerint. So, where are you headed? South. Deeper into the savannah. But that's spiritual land. Land is land. You can't go in there. I can, and I will. And you don't care how other people feel about that? How many times? I'm here for the money. And only the money. Nice. Real nice. You really know how to sap hope out of someone. Bye, Mason. Should I come in with us? Rino. Rino. Rinoceros. Ez lehet, hogy még keményebb lesz, mint az elefánt. Ejjjj. Na, ez biztos egy új terület. Régió. I'm in a hell of a mood. Point me towards something serious. Nah, lions, rhino, other big game.
úgyhogy nem fogok. Ó, zsiráfok. And I'll be back on your little goose chase soon enough. Very well, so be it. Check your GPS. Na. Megnézhetjük, hogy esetleg van-e új fegyverfejlesztve is. Vagy akármi. Tehát van ilyen puska, amolyan puska. Ezt nem tudjuk eltenni. Na várjál, tudunk egy olyat csinálni, hogy ezt leürítjük, és most kicseréljük. Ez milyen? Ez a dupla csüvő? Aranyfegyver? Mi a fene? Jaj, nem akartam beleszállni. Na nem csak ez. Most jó, ez... Három súlyt használ fel egy dupla csövő. És egy két súlyt használ ki. És mennyi helyünk van? Egy darab. És hogyan tudjuk ezt fejleszteni, ezt a tudszat, hogy több helyünk is legyen. Elég nagy térképnek tűnök. Jó. Jobbra és balra nem tudunk nézni, de föl és le, igen. Elég nagy területnek tűnik, hirtelen. De a lényeg... Ez az alapfegyverünk, jól tudom. Hopp, az micsoda. Engedi lőni? Á, nem. Nem baj, mi elvégezzük ezt. Jaj, már megint. Csak újra akartam tölteni. Aztán eljött beszállt a kocsiba. Na még egyszer, szóval... Ez két helyet foglal, ez hármat. De akkor nyilván ezt, és akkor még... Ezek három helyet foglalnak, amik... Három helyet foglalnak, azt nem tudjuk használni. Csak ami két helyet foglal. Értem, ez három... Aha, jó. Ezt szeretem használni, de az a baj, hogy kéne ilyen is. Ez föl van egész jó fejlődve. Még itt is, még van itt. Na várja. Ide berakom ezt, mert... Na mondjuk ez sokkal fejlettebbnek tűnik, mint ez. Szerintem. Meg ez is sokkal fejlettebb, mint... Meg ez is jó. Bár itt van valami olyan, hogy keresztül... Ezen van néhány fejlesztés. Ezen is van egy kicsi. Ha nem tudom. Megnéztem, de... Lehet, hogy ez jobb. Ja, nem tudjuk beállítani. Mert ehhez három... Mi a devekő? Három... Hát na. Három súlynyi nehéz. Legyen három kiló, na. Három kiló és nincs annyi helyünk. Ez viszont két kiló, ezért van elég hely. Ez megint három, de ezt is érdemes lenne kipróbálni egyszer. Az az egyik küldetésre beállítjuk. Ezek vannak. Elnézést. Jó, átértünk a következő régióba, a hármas régióba. Úgyhogy azt mondom, hogy itt abba hagyjuk most az élőadást. Ez azt jelenti, hogy még kettő darab élőadás kell, és ki lesz játszva a játék. Most át is kapcsolom itt a kameraállásokat. Tehát... Ez most mi? Na. Olyanokat ugrált itt a kurzor, hogy csak na. Szóval közben kilépek a játékból. És hát csak a menübe. Na most így kilépünk. Szerintem ennyi lesz, azért megnézem, hogy hányas régió. Igen, most vagyunk a hármas
ott láthatjátok. Most vagyunk a hármas régióba. Tehát megcsináltuk az első régiót, megcsináltuk a másodikat, és következő eladásba jöhet ez a harmadik. Ami szintén szerintem megint ennyi időt vesz majd igénybe, tehát ilyen 3 és 4 óra közötti játékidőt fog igénybe venni, szerintem, nálam. De legalább ki van számolva, hogy tényleg hány előadás kell még. Egy évvel jobb a helyzet. Safari. Aha, most már itt is. Itt van mind a három. Meg lehet nézni, hogy melyiknél mit végeztem el. A dzsungelnél 3 fejlesztési pontot nem találtam meg. A sivatagban 1 darabot, az igen. A sivatagban 1 darabot nem találtam meg. A zöld szavannában pedig 2 darabot nem találtam meg fejlesztési pontot. 95%-os ez, ez 97, ez 93, ami arra rossz eredmények. Ugye mostabb látjátok, de így itt van. Meg következőleg megmutatom, vagyis hát most is meg lehet mutatni. Egyszerűen csak ezt itt lekapcsolom. Tehát hol vagyunk? Safari. Safari. Tehát itt vannak a eredmények igazándiból. Hoppá. Láthatjuk itt a legelső, a zöld szavannába. Tehát a fejlesztési pont az 6 darabot találtam meg, a jó Zoltán 2-ke. A Vistázból mindent megtaláltam, a bónusz vadászatból megcsináltam mindent. A Ability az nem tudom pontosan mi, az 7/12. Hát még egy 5 abilities hiányzik, nem tudom mi az. És 90%-os így. Ugye ez 97%-os, itt is minden vadászatot megcsináltam a sivatagban. És... mit akarok mondani? Ja, 97%-os. Itt is 5 darab abilities nem találtam meg, és 1 darab fejlesztési pontot nem találtam meg. Ez durva. És akkor ez volt a dzsungel, volt most utoljára. Nincs is tovább, ugye? Tehát a bónusz vadászat az megvolt. A visztákat megtaláltam. És 3 fejlesztési pontot nem találtam meg. Valamint itt is 5 darab abilities nem hajtottam végre, vagy nem tudom mi az. És így 93%-os a dzsungel. Na, nem rossz eredmények ezek. Milyen abilities? Itt nincs mentés, nincs. Akkor itt back. Így van. És ha minden igaz, csak rámegyek, hogy load game, yes. Oké, okay, Safari. 3/4, jó. Ez jön most majd. A harmas régió, és akkor ezen kívül még egy. Jó. Na, hogyha láttam volna még itt is ezen belül Ability-t, nem biztos. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Galleries, Options, Extras. Ennyi jó. Akkor nem szóltam. Na. Visszakapcsolom magam. Szóval.
Az a lényeg. Hogy akkor ennek az élőadásnak így ennyi is lenne. Olyan furra állál ez a kamera. Na mindegy. Olyan furcsa, olyan, mint hogy így állna a kamera. Na mindegy. Ennek az élőadásnak ennyi is lenne. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, diszlájkoljátok, ha nem szeretnétek élőadásokról lemaradni, akkor kövessétek be a Twitch csatornámat, és ha szeretnétek követni, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, 640 feliratkozónál pedig különleges élőadás érkezik, ha minden igaz, a terv szerint a különleges élőadás lesz, és következő videóban vagy élőadásban találkozunk, és a következő élőadásban természetesen ezzel fogok játszani, és szintén a régiót lenyomjuk, és akkor eljutunk a negyedik régió legelejére, és akkor ott lesz vége az élőadásnak annak. Na, akkor ennyi lenne. Én akkor előköszönök, ami azt jelenti, hogy ezt kinyomjuk. És akkor ezt is mindjárt kinyomjuk, de először is. Sziasztok!